Kedves kollégák, akkor ismételten szeretettel köszöntök mindenkit az immáron harmadik webinárunkon, itt csütörtök este. Minden további bevezető nélkül meg is osztom a képernyőmet, és egy rövid áttekintéssel, az eddig megszokottak szerint kezdjük a mai webinárunkat. Remélem, hogy mindenki látja a diát. És akkor nem csak a magam, hanem a CatLab program nevében is szeretettel köszöntök mindenkit, aki bejelentkezett a ma esti webinárunkra. Mi is történt az elmúlt héten? Hát egyrészt elindult a második webinárunk is, megtörtént a második webinárunk, és összesen az előzőt, illetve a mostanit 800-an látták, egészen pontosan 799-en, majd pedig a YouTube-on is megjelent természetesen mind a kettő teljes webinár programunk. Az elsőt több mint 2900-an, a másodikat ma reggelre 2170-en látták, tehát az összességében egyszerű matematika, több mint 5000-en követik a fórumot a YouTube-on, ami hát mindenki eldönti, hogy ez most jó vagy nem. Én ennek nagyon örülök, hogy ilyen nézettségünk van, és ennyire érdekli az intenzíves, nem intenzíves társaságot ez a kezdeményezés, amit elindítottunk. Ezzel egy időben elkezdtük kialakítani a mentorhálói kapcsolatokat. Ennek az első része az az, hogy akik szeretnének ehhez az információ megosztó rendszerhez csatlakozni, bejelentkeztek, és ez megint egy ma reggeli adat, 553-an adták meg az e-mail címüket, és részesei ennek a levlistának, ami a mentorháló tagokat jelenti. Mentorokat is toboroztunk, múlt héten 27-en jeleztek vissza, hogy mentorokként szeretnének a rendszerben részt venni. Jelenleg 62 regisztrált mentorunk van, gyakorlatilag az egész országot egy-két fehér folttól eltekintve lefedjük mentorokkal. Akiknek ugye az a dolga, hogy hamarosan kialakítjuk azt a rendszert, hogy tartani tudják a régiójukban a kapcsolatot az ott dolgozó orvosokkal. És itt fogom átadni a szót Jan Benes barátomnak a Cseh köztársaságból, akivel a kezdetektől, a legelső SEPS East kongresszustól szorosan tartjuk a kapcsolatot, és jelenleg ő a SEPS East kezdeményezés elnöke, chairmanje, és hát itt látható egy másik logó is, mert ugye én a Poznáni Egyetemen az Anesteziológus Intenzív Terápiás Intézetben meghívott professzor vagyok február 1-től már, tehát itt a kelet-európai kapcsolatok révén megpróbáltuk nemzetközivé tenni ezt a kezdeményezést. Úgyhogy Attila, megkérhetem, hogy Jan Benes képe megjelenjen most a képernyőn, is egy picit váltunk. Meg kell ahhoz állítanom a stop sharing-et? Valószínűleg. Nem, az aktív beszélő látszik elméletileg a képen majd. Akkor Jan, a very warm welcome to you from Hungary, and your picture will appear in a second as soon as you start to talk, and please address the participants as you wish. The stage is yours. So thank you, Joel. I don't know if all the people in the Zoom meeting of your webinar, you hear me? I don't speak Hungarian. I'm really sorry. I know only one word, Szia. So this is to greet all you in here. And my opinion on this fact, what's going on in here, is that something what Joel and his colleagues made is perfect, is excellent. And it's very important to be followed by a lot of us all around Europe. You know that, yes, ICM is doing some sort of webinars, but
to have this in the national language, to have this as a network of mentoring is something which is unique, as I know in Europe, and that's great. And we've arranged this, let's say, internationally, or we try to arrange this internationally in other East European countries. So you are not alone in having such webinars and such net. It's something what's going to happen within few weeks in Czech Republic as well. So we'll have seminars in Czech national language. So those of you who speak Czech, I hope there is a more of you who speak Czech than me speaking Hungarian, you can follow us. And maybe one day we will share these lectures and we can have some discussion in English and we will see each other in some sepsis meetings. Hopefully we will go over this COVID affair in health and our patients will be healthy and we will manage it. So this is everything we've just discussed with you all, that it will be great for you to tell you hello and to tell you you are one of the first and there are others who are going to follow you. So that's everything from Czech Republic. Thank you, Joel. Thank you very much, Jan. Thanks a lot. And now, if you don't mind, we switch back to Hungarian. You can stay if you wish. And of course, you can leave the meeting because it is going to be in Hungarian. However, most of the slides and the inserts will be, of course, in English from international journals. Úgyhogy vissza is váltunk, kedves kollégák, magyarra. Én még mindig Jan Benes videóját látom. Attila, nem tudom, hogy én feltűnök-e a képernyőn, valószínűleg. Igen, köszönöm szépen. És akkor a másik, ami történt a héten, hogy nem csak a kelet-európai csapat csatlakozott hozzánk, hanem nagy örömünkre a Magyar Sürgősségi Orvosok Társasága is, és a szavakat tett követte, ugyanis én ma 10 óra 40-kor kaptam meg a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság meghívóját az ITOM programra, amit hát így ilyen ezen a fórumon is nagyon köszönünk, mert ezzel nem csak, hogy a programot segítik, hanem természetesen most már többen is beléptek a mentorhálóba az SBO-ról, és mindenképpen szeretnénk ezt a közreműködést nagyon szorosra szőni a jövőben. Úgyhogy Jan, you're welcome, és Magyar Sürgősségi Orvosok, üdvözlünk benneteket a csapatban. És utolsó előtti diám, jövő héten is természetesen lesz ugyanígy csütörtökön ITOM webinár. Az első előadást Fazakas János fogja tartani szteroidokról és az immunszupresszióról. A következőt a gyógyszeres egyéb kezelésekről, tocilizumab, hidroxoklorikvin, Helyes Zsuzsa, aki a Pécsi Tudományegyetem Szent Ágotai János kutatási központjának a vezetője. Aztán Bogár Lajos következik, elnézést, most vettem észre a kisbetűt a Lajosban, immunglobulinokról fog beszélni, hogy milyen szerepe van ezeknek potenciálisan a COVID elleni harcban, aztán pedig én fogok az antibiotikus kezelés létjogosultságáról előadást tartani. Ma pedig, akiket látunk, természetesen a program a május 7-én már készen van, akiket látni fogunk, őket részben már ismeri a hallgatóság. Ruszkai Zoltán a citokin viharról fog beszélni, Táncos Krisztián a hemosztázisról, és itt is föltűnik Fazakas János arca, mert megosztották az előadást, hát én remélem, hogy bele fognak férni 20 percbe. Aztán pedig Rudas László tanár úr szól hozzánk egyenesen Sydneyből, hát nem egyenesen, mert a videóját én fogom majd vetíteni, ugyanis fölvették a fiával együtt, Rudas Mátéval, aki ugyancsak sürgősségi intenzíves orvos, az előadást videóra elküldték nekem, és ezt én fogom bejátszani most jelenleg, ahol ők vannak, ott hajnali 2 óra múlt 15 perccel. Nem várható el, hogy élőben csatlakozzanak. A kérdéseket viszont azt mondtam, hogy amit nem tudunk megválaszolni, azokat majd összegyűjtjük egy blokkba,
és akkor elküldjük neki, és e-mailben a mentorháló meg fogja tudni azokat válaszolni. És végezetül Leiner Tamás fog a vese és a COVID kapcsolatáról előadást tartani. A motto marad a régi, nem az a fontos, hogy a jó döntést hoztuk-e, hiszen mindannyian tévedhetünk, mint orvosok, sőt tévedni is fogunk időnként, hanem hogy mindent megtettünk-e azért, hogy a jó döntést hozhassuk. Hát ezt igyekszünk mi ezzel a webinárral elősegíteni, és ezzel a bevezetővel én már is megkérem az első előadónkat, Ruszkai Zolit, hogy ossza meg képernyőjét, és kezdje meg előadását. Parancsolj, Zoli! És miközben kezdődik az előadását, addig láttam már, hogy már van a Q és A gombnál pár kérdés, ott várjuk a kérdéseket, és így előadás közben is az előadók azokat meg tudják válaszolni. Parancsoljon. Látható most? Igen, tökéletes. Oké. Okay. No, hát szeretettel köszöntök akkor én is mindenkit. Ruszkai Zoltán vagyok. Két héttel ezelőtt Leiner Tamás mutatta ezt az ábrát, és egy pici ismétlésként, vagy egy ilyen emlékeztetőül szeretném ezt felvetíteni, hogy ugye a COVID-19 betegségben, bár a betegek nagy többsége enyhe vagy tünetmentes lefolyással átvészeli ezt a kórképet, ellenben a kórházba felvett betegek nagyjából 5-20%-a intenzív osztályos kezelést igényel. Akkor Tamás szintén felvetítette ezt az ábrát, ez a március 27-ei IQNARC jelentés volt, ugye az Egyesült Királyságból, ahol azt láttuk döbbenetes adatként, hogy az intenzív osztályon kezelt betegek közel 50%-a elhunyt, és egy pár nappal ezelőtt Tamás átküldte az április 17-ei jelentését az IQNARC-nak, ami elképesztő. Nagyjából egy 20-szoros, meghúszorozódott az elhunytaknak a száma, 3 hét alatt, és a mortalitás gyakorlatilag nem változott. Hogy mi okozza ezt a magas mortalitást ebben a betegségben, már korai kínai tanulmányokban azt találták, hogy az életkor, minél magasabb az életkor ezeknek a betegeknek, annál esendőbbek. A különböző társbetegségek, itt leginkább ugye a hipertóniára, dohányzásra hívták fel a figyelmet, másodlagos fertőzések, és a gyulladásos mediátorok emelkedett szintje egyértelmű összefüggést mutat a mortalitással, és már a korai vizsgálatok alapján fölmerült, hogy ezeknek a betegeknek valamilyen vírus aktivált citokin vihara lehet. Hogy mi is ez a citokin vihar, ezt gyakorlatilag itt azt hiszem leszögezhetjük, hogy egy proinflammatórikus túlsúlyú diszregulált immunválaszról beszélünk. Ez a Lancetben megjelent közlemény szintén fölhívja a figyelmet arra, hogy a súlyos állapotú COVID-19-es betegek egy bizonyos csoportjában számíthatunk, illetve felléphet citokinvihar, és bár ugye a kezelés szupportív és a mortalitásnak a legnagyobb hányada az az ARDS-es betegeket fogja jelenteni, azonban egy hipercitokinémiával és többszervi elégtelenséggel járó hiperinflammatórikus szindróma, a szekunder hemofagocitás limfohisztiocitózisra is oda kell figyelnünk, amelyben segítségünkre lehetnek azok a paraméterek, amik jelezhetik egy ilyen hipercitokinémiás szindrómának a kialakulását. Ezek közül az interferon gamma, az interleukin 6, és a rutinszerűen azt gondolom, hogy mindannyiunknál mérhető ferritin az, ami iránymutató lehet. Utána néztem, hogy hány közlemény foglalkozik COVID-19-ben citokin viharral, vagy citokin release szindrómával, és hát február 21 óta 76 közlemény jelent meg, még egy fél órával ezelőtt itt egy 74-es szám szerepelt, aztán eszembe jutott, hogy 2 napja csináltam ezt a diát, és akkor most megnéztem. 2 nap alatt megjelent még egy-egy közlemény. Ez is bizonyítja, hogy mekkora hatalmas nagy publikációs hajlandóság, illetve publikációs szükséglet van emellett vagy emögött a betegség mögött. Ugye már a Surviving Sepsis kampány irányelve is nyilatkozik a citokin szindrómáról, citokin vihar szindrómáról. Ugye ők is leírják, hogy egy hiperinflammatórikus állapot, amit egy fulminás, többszervi elégtelenség és emelkedő citokin szintek jellemeznek,
és már ők is a HLH-ra hívják föl a figyelmet, ellenben arra is fölhívják a figyelmet, hogy semmiféle ajánlást nem lehet még a terápiával kapcsolatban kialakítani. Ugye ez nagyjából egy hónappal ezelőtti ajánlás, mert több evidenciára van szükségünk. Egy picit nézzünk bele a patofiziológiába, hogy hogy is alakul, hogy is történik ez az egész immunválasz. Ugye nagyon jól tudjuk, és Zsolt rengeteg zseniális előadásából hallottuk korábban, hogy ugye az immunválasz az egy regulált, megfelelően koordinált folyamat, ami teljesen mindegy, hogy mi váltja ki, egy patogén, vagy egy szövetkárosodás, mindenféleképpen ugyanazon az úton megy tovább, citokinek, kemokinek felszabadulásával fog járni, az immunsejtek aktiválódnak, kialakul egy gyulladásos válasz, adaptív mechanizmusok, és végül amennyiben ez az immunválasz regulált marad, kiegyensúlyozott marad, a proinflammatórikus és az antiinflammatórikus erőknek az egyensúlya helyreáll, illetve egyensúlyban maradnak végig, akkor a betegünk meggyógyul. De mindannyian láttunk már olyan beteget, akit gyakorlatilag akár órák alatt megsemmisített első pört egy hatalmas gyulladásos vihar, egy hipercitokinémia, és láttunk olyan beteget is, akinél ugyan nem volt, vagy nem történt meg ez a korai halálozás, de egy tartósan magas proinflammatórikus irányba eltolt immunválaszok alakult ki, és ők lesznek azok, akiket hosszú ideig kezelünk az intenzív osztályon, többszervi diszfunkcióval, többszervi elégtelenséggel, és bizony vannak azok a betegek, akiknél az antiinflammatórikus erők kerülnek valamiért túlsúlyba, és ők pedig az immunszupresszió, akár egy tartós immunszupresszió, és másodlagos vagy visszatérő infekciók miatt fogunk elveszíteni. A SARS-CoV-2 infekcióra adott immunválasz, hát hogy mennyire speciális, az számomra azért kérdéses, egy biztos, hogy szinte minden ezzel foglalkozó közlemény az interleukin 6 központi szerepét jelöli meg. Ugye a koronavírus fertőzésben aktiválódnak a makrofágok, a dendritikus sejtek és a monociták. Interferon gamma fog nagy mennyiségben felszabadulni, aminek viszont az lesz a következő, hogy a prokalcitonin szintje ezeknek a betegeknek nem lesz magas. Az interleukin 6, ugye több szignálmechanizmuson keresztül egyrészt limfocita differenciációhoz fog vezetni, aktiválja a B-sejteket, a CD4 pozitív és CD8 pozitív citotoxikus T-sejtek működése is fokozódik. Emellett nagyon fontos szerepe van az interleukin 6-nak a kapilláris leakage szindróma kialakulásában, és van egy direkt hatása a májsejtekre is, ahol is akutfázis fehérjék, CRP, ferritin és a fibrinogénnek az emelkedése fog megjelenni, és ezek azért fontosak, azt gondolom, mert ezeket tudjuk monitorozni. Ha ez nem lenne elég a szervezetnek, akkor ugye ott van az a nagy probléma, hogy ezeket a betegeket, akik kritikus állapotba kerülnek légzési elégtelenség miatt, lélegeztetnünk kell. A lélegeztetés, ugye szoktam mindig mondani, magába hordozza a ventilátor indukált tüdőkárosodás lehetőségét, és ha megnézzük azokat a citokineket, amiket egy rosszul beállított lélegeztetőgéppel felszabadítunk a tüdőben, ezek gyakorlatilag megegyeznek azokkal a citokinekkel, amit maga a vírusinfekció okoz, tehát kimondhatjuk, hogy a ventilátor indukált tüdőkárosodás lesz maga az a DAMP mechanizmus, vagy DAMP szignál, amit ugye biotraumaként fogunk nevezni, ami súlyosbíthatja a betegeink állapotát. Miért fontos foglalkoznunk az interleukin 6-tal? Hát azért, mert már korábbi vizsgálatokban is azt találták, hogy az interleukin 6-nak a szintje, akár felvételkor, akár ugye az elbocsátáskor, illetve a betegség lefolyása közben rendkívül jó prognosztikus értékű a gyógyulás, illetve a halálozás szempontjából. A kínai koronavírus pandémia kapcsán ugye szintén az interleukin 6 szintek szerepét vizsgálták többen, és ebben a vizsgálatban azt találták, hogy már a kezdetkor, amikor a beteget felvették a kórházba, egy jelentősen emelkedett interleukin 6 szint alapján
Nagyjából meg lehetett ítélni azt, hogy ezek a betegek lélegeztetésre fognak-e szorulni, vagy nem. És lehet látni, hogy gyakorlatilag az intubációra szoruló betegeknél ugyanígy magasabb interleukin 6 szinteket mértek, mint azoknál, akik nem szorultak lélegeztetésre. Mi a probléma ezzel? Hát az, hogy én itt szeretnék egy kérdést föltenni mindenkihez, hogy van-e lehetősége a hallgatóknak arra, hogy a mindennapi gyakorlatban az interleukin 6 szérum szintjét megmérjék? Hát igen, mennyi idő van a szavazásra? Ezt intézi már Attila. Okay. Tehát már lehet szavazni, és majd ő leállítja egy bizonyos szint után a kérdéseket. De valóban ez az interleukin 6 kérdés, ez rendszeresen megjelenik a Covid-dal kapcsolatban, és hát egyetértek veled abban, hogy mi nem mértük annak idején Szegeden, és nem tudom, van-e olyan hely, ahol ezt rutinszerűen mérik, de hát Nyugat-Európában sem gondolom, hogy a biomarkereket, interleukinokat, vagy Precepsint, vagy prokalcitonint rendszeresen mérnének. Úgyhogy érdekes lesz, és hát parancsolj, Zoli, kommentált. Azt hiszem, egészen meggyőző az eredmény. 93% nem, nincs lehetőségem mérni, és 7%, aki meg tudja mérni. Ez 17 főt jelent. Hogy ez 17 kórházat, centrumot jelent, azt én nem tudom természetesen, de azt gondolom, hogy ez egy szignifikáns különbség, hogyha a statisztika nyelvén akarok beszélni. Ez miért fontos? Azért fontos, mert mindenki az interleukin 6-ról beszél, és mindenki arról beszél, hogy hú, ha ezt megmérem, akkor el tudom különíteni a kritikus állapotú beteget, vagy a potenciálisan súlyos állapotba kerülő betegeket, de mint látjuk, ennek Magyarországon nincsen realitása, és valószínűleg azért a világ nagy részén nincsen realitása, úgyhogy ehelyett valami egyéb paramétereket kell ahhoz használnom a mindennapi gyakorlatban, hogy meg tudjam ítélni, hogy egy ilyen cytokin release, vagy cytokin vihar szindróma alakul-e ki a betegnél, vagy ennek a veszélye fennáll-e. Ehhez ugye tudok nézni ilyen aspecifikus jeleket, a magas, nem szűnő láz, nagyfokú gyengeség, fejfájás, központi idegrendszeri tünetek, görcsroham, delirózus tudatállapot, ugye egyrészt klinikai jelekből, másrészt vérgázértékekből látom a gázcsere változását, a légzés megváltozását, különböző szerv megnagyobbodásokat, szplenomegáliát, hepatomegáliát, illetve laborértékekben emelkedő transzamináz értékeket, a fibrinogén csökkenését, keringési elégtelenségre, keringési problémára utaló értékeket láthatok, illetve, ami nagyon fontos, a különböző sejtvonalaknak a csökkenését, citopéniákat, és egy progrediáló koagulopátiát, akár egy nagyon súlyos, életveszélyes állapotba torkolva diket. Abban megegyeznek a korábbi vizsgálók, hogy ez a H-score, ami a HLH-nak a valószínűségét veti föl, ez egy jól használható paraméter alapvetően, ahol a beteg testhőmérsékletét, egy ultrahanggal akár megvizsgálva a szerv megnagyobbodásokat, a citopéniás sejtvonalak számát, triglicerid, fibrinogén, ferritin, GOT szinteket néznek, illetve fölmerülhet, hogy csontvelő kenetet vizsgáljanak, ahhoz viszont hozzá kell tenni, hogy ez nem kötelező része a házkornak, és hogyha ez az összeadott pontszámérték több mint 169, akkor ez egy 93%-os szenzitivitással és 86%-os specificitással bír HLH szempontjából. Ide tettem egy linket alulra, ez egy online kalkulátor, itt bárki bármikor ki tudja számolni ezt a szkort, gyakorlatilag betegágy mellett azonnal. Egy másik érdekes megközelítés kínai szerzők tollából, ez a trombocita-limfocita aránynak a vizsgálata, ami 30 betegen végzett vizsgálatoknak az lett az eredménye, hogy gyakorlatilag a trombocita szám a betegek felvételekor, a limfocita szám és ez a trombocita és limfocita arány gyakorlatilag
nem különbözött szignifikánsan a nem súlyos és súlyos betegek között, ám de a súlyos betegeknél egy jelentősen magasabb csúcs trombocita számot találtak, és egy elképesztően magas, vagy jóval magasabb trombocita, limfocita arányt, és egy dolog biztos, hogy ez nagyon jól korrelált a kórházban töltött idővel, az ápolási napok számával. És jól elkülönítette alapvetően a súlyos és nem súlyos betegeket. Azt találták, hogy a trombociták először a betegség lefolyása során elkezdtek többen lenni, tehát egy trombocitózis alakult ki ezeknél a betegeknél, majd ugye ez jelezte, vagy ez jelezheti mondjuk úgy a cytokine release szindrómát, majd ahogy ezek a trombociták elhasználódnak, a súlyos betegeknél, vagy a súlyos csoportba sorolt betegeknél a trombocita szám rapidan elkezdett csökkenni, míg az egyébként nem súlyos esetben ez nem volt ilyen markáns. A potenciális kezelési lehetőségekről én most nem szeretnék alapvetően sokat beszélni, hiszen jövő héten ez lesz a téma. Két dologra szeretném csak fölhívni a figyelmet. Az egyik a kortikoszteroidoknak a szerepe, amiről ugye az SSC irányelv is nyilatkozik. Azoknál a betegeknél, ahol nem merül föl ARDS, a szisztémás kortikoszteroid használatot nem javasolják. Tény, hogy ez egy gyenge ajánlás. Míg az ARDS-es betegeknél javasolják, vagy javasolják, de ez is egy gyenge ajánlás alapvetően. Az extrakorporális vértisztító eljárások ugye egy olyan terület, ami egy fiatal része, azt gondolom, hogy fiatal területe a szakmánknak. Mindenféleképpen megfontolandó a Ronco, Navalese és Jean-Louis Vincent üzenete, azt gondolom, hogy az extrakorporális szervtámogató kezeléseknek, hemoabszorciónak és hemoperfúziónak és különböző adszorbenseknek az alkalmazása mindenféleképpen megfontolandó a citokin vihar szindróma esetén. És itt be is fejezhetném az előadást, de van egy kis bökkenő ezzel az egésszel, és hogy ez hogy alakult, azt a végén meg fogom mutatni. Egy üzenet, hogy ebben a betegségben számomra lassan az a meglepő, ha valami nem meglepő. Miért is? Már a kezdeti stádiumban a betegek többségében, vagy legalábbis a kórházba kerül betegeknél súlyos, akut hipoxiás légzési elégtelenséget látunk, azonban ez az esetek többségében jól rendezhető. Az ARDS-es betegekre elmondhatjuk, hogy ez az ARDS nem az a megszokott ARDS, gondoljunk a két héttel ezelőtti webinárunkra. És vajon miért lenne ez másként a citokin szintekkel? Ez egy közel 30 évvel ezelőtti vizsgálat, ahol azt találták, hogy a szeptikus sokban lévő betegeknek a mortalitása szignifikánsan nőtt akkor, hogyha az interleukin 6 szérum szintje 1000 pikogram per milliliter fölött volt. Nagyon jó korrelációt találtak a interleukin 6 csúcsszintek és a mortalitás között. Ebben a vizsgálatban azt találták, hogy önmagába véve már a kezdeti interleukin 6 szintekből el lehetett különíteni, vagy legalábbis lehetett következtetni potenciálisan a túlélőkre és a nem túlélőkre, gyakorlatilag egy nagyságrend a különbség az interleukin 6 szintek között, és a túlélőknél gyakorlatilag egy 21,5-ös átlagértéket, vagy mediánértéket találtak, míg az elhunytaknál egy közel 10.000-es interleukin 6 szintet találtak. Ha megnézzük azt, hogy koronavírus fertőzés, illetve járvány volt már korábban is, a MERS-sel kapcsolatban találtam adatokat, az interleukin 6 szintek a fertőzött betegekben nem voltak ilyen magasak. 20,2 volt az átlagos koncentrációja az interleukin 6-nak, ami magasabb volt az interleukin 1 alfa 1 béta és az interleukin 8. Ez már COVID-19 betegeknek a Cochrane review-ja, interleukin 6 szinteket vizsgáltak. Az jól látható, hogy a komplikált, nem komplikált, az intenzív osztályos ellátást igénylő és nem igénylő, illetve a súlyos, kritikus és enyhe betegeknél szignifikáns a különbség interleukin 6 szintekben. A magasabb interleukin 6 szintekkel járó esetek értelemszerűen sokkal súlyosabbak. Azonban itt
egy 2,9-szeres interleukin 6 szint emelkedést találtak a súlyos esetekben, ahhoz képest, hogy ugye, ahogy láttuk korábban, jóval magasabb volt a korábbi vizsgálatokban ez az érték, és a cut-off érték is jóval alacsonyabb volt, tehát 80 pikogram per milliliteres átlagértéket, vagy medián értéket találtak, ami elkülönítette a súlyos és nem súlyos eseteket. Igen, ez az. Úgyhogy azt fogalmazták meg, hogy egyelőre egyáltalán nem biztos és nem tisztázott, hogy az interleukin 6 ebben a betegségben egy valóban reprezentatív biomarker lenne. És ehhez jön még hozzá ez az egészen friss közlemény, ami szintén erre a következtetésre jutott, hogy gyakorlatilag itt ilyen 7 pikogram per millilitertől 125-282-es szint hipoinflammatorikus ARDS-ben, 1600-as szint hiperinflammatorikus ARDS-ben, holott korábban akár 10.000 pikogram per milliliteres interleukin 6 szinteket is találtunk igazi citokin viharban. Úgyhogy én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy ez a citokin vihar lehet, hogy csak egy citokin szellő, ám de a betegeink valamiért vulnerábilisabbak, vagy valami esetleg más lehet a háttérben, és ezt szeretném megosztani veletek, mert ez az utolsó pár dia nem jött volna akkor létre, hogyha Táncos Krisztián nem hívja föl rá a figyelmemet, és én itt át is adnám neki a szót, mert lehet, hogy még valami más is van a háttérben, és nem ez a citokin vihar önmagába véve az, ami megöli a betegeinket. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen, Zoliver, úgyhogy tapsolunk most, és akkor állítsd le a képernyő megosztásod, és akkor megkérem Krisztiánt, hogy kezdje el a következő előadást, és majd nyilván jelezni fogod, amikor átadjuk Fazakas Jancsinak a szót. Parancsolj, Krisztián! Igen, köszönöm szépen. Látszik is? Hallatszik is? Látszik, és bocsánat, közben hadd mondjam, hogy nyugodtan a Q és A gombnál tegye fel mindenki a kérdéseit, és Zolinak is már most, és ő ezt meg tudja válaszolni Krisztián előadása alatt. Szuper. Na, köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, meg megtisztelő, hogy én itt lehetek, és előadást tarthatok. Ezzel a diával kezdeném, ez egy viszonylag friss, hát talán közlemény, inkább egy tapasztalatmegosztás, ami több nemzetközi szakértőnek alapvetően a véleményét tartalmazza. Ők nagyon sok helyen hangsúlyozzák, hogy ezek nem ajánlások, hanem eddig a COVID vírussal kapcsolatos klinikai jelekről és klinikai tapasztalatoknak a gyűjteménye. Ugyanakkor azt is hangsúlyozzák, hogy ezek mennyire fontosak és mennyire tudják segíteni a leginkább a mindennapi munkánkat. Na most itt van ez a tapasztalatoknak a gyűjteménye, azoknak is legalábbis a különböző témái, és ebben találtam én egy fejezetet, ami pont az alvadással és az alvadási problémákkal foglalkozik. Na most ez tulajdonképpen egy nagyon jó összefoglalója mindannak, amit most el tudunk mondani klinikailag arról, amit látunk ezeknél a betegeknél, legalábbis ami a hemosztázisukat illeti. Azt látjuk, hogy jellemző rájuk a tromboemboliás szövődménynek a nagyobb előfordulása. Ez érinti mint a nagyereket, és érinti úgy néz ki, hogy a kisereket is. Egyelőre azt mondhatjuk, hogy egyértelmű konszenzus arról, hogy mi áll a háttérben, még sajnos nincs, de számtalan vizsgálat folyik természetesen ez ügyben. Ennek megfelelően mutatok majd több olyan vizsgálatot, ami már ezeknek a szövődményeknek a megelőzésével, illetőleg a kezelésével foglalkozik, de egyértelmű ajánlást még erre sem tudunk megfogalmazni. És itt felhívják a figyelmet arra, hogy a konvencionális labor paraméterek mellett talán érdemes bizonyos esetekben a betegeknek a 10A faktorát is mérni, erről is kitérünk majd, illetve ezt már csak mi tesszük hozzá, hogy vajon hol lehet a szerepe a viszkoelasztikus teszteknek. Én alapvetően a konvencionális paraméterekre és az ebből levonható következtetésekre koncentrálnék most, és utána úgyis jön a Fazakas tanár úr, aki meg elmondja majd a tapasztalatait, saját tapasztalatait a viszkoelasztikus tesztek és a COVID-dal kapcsolatban. Na most itt van az első vizsgálat Kínából, mutatom, február 13, tehát tényleg az egyik első, ami megjelenik
a legalábbis az albadológiával kapcsolatban. Ők azt veszik észre, hogy a különbség van a túlélők és a nem túlélők között, még eddig abban, hogy a nem túlélőkben hosszabb a mérhető átlagos protonbinidő, illetve magasabb a D-dimer vagy az FDP szintjük, ami ugye alapvetően a fibrinolitikus vonalra vonatkoztatható konvencionális paraméter. De most, ha ennél egy kicsit jobban megvizsgáljuk ezt a tanulmányt, akkor azt tapasztaljuk, hogy azon kívül, hogy tényleg elkülönülnek ugye a zöld, de nem túlélők, a túlélők pedig a kék, azt látjuk, hogy ez az elkülönülés ez nem előbb, hanem később jelenik meg, vagy gyaníthatóan a betegség progressziójával minél súlyosabb állapotba kerülnek ezek a betegek, annál inkább megjelenik az alvadásukban is valami fajta változás. Ha megvizsgáljuk a fibrinogén szintet, illetőleg a rízisre utaló paramétereket, akkor azt pedig két dolgot látunk. Egyrészt azt látjuk, hogy nagyon magas a fibrinogén szintjük ezeknek a betegeknek, ami egy hiperkoagulációt tükröz, vagy hát azt sejtett. Na most, és emellett pedig a normálisnál láthatjuk, hogy magasabb szinten jelenik meg mind a D-dimerjük, mind az FDP-jük, ami tehát a hiperkoagulációhoz társul egy magasabb, úgy tűnik ezek alapján, hogy egy magasabb fibrinotikus aktivitás is. Ez azért nem lenne akkora hatalmas nagy csoda, mert tulajdonképpen ez hasonlít egy szepszis indukált a koagulopátiához. Ott is hasonló eredményeket láthatunk. Aztán, hogyha eltelnek a napok, akkor azt látjuk, hogy szépen elválik egymás a két csoport, megtartják a röntgvastagságukat, a fibrinogén szintjüket a túlélők, és megtartják ezt a normálisnál kicsit emelkedettebb, de emelkedettebb lézisüket, míg a nem túlélők elfogyasztják a fibrinogénjüket, egy hipofibrinogénémia jellemzi őket, és egy jelentősen megugró, megemelkedő D-dimer és FDP szint, olyannyira, hogy tulajdonképpen teljesítik a különböző, most tök mindegy, hogy melyik Dix-kort használjuk, de teljesítjük azokat a kritériumokat, ami már az úgynevezett over, tehát kifejlett intravaszkuláris koagulopátiának a képét mutatják. Na most minden, ja, ez körülbelül a nem túlélők esetében, a nem túlélők 71%-ában megtalálják ezt a progressziót a hemosztázis változásban, míg nem, a túlélők esetében szinte elhanyagolható a diszeminált intravaszkuláris koagulopátia kialakulása. Az is nagyon érdekes, hogy a D-dimer tűnik a legjobban használható paraméternek arra, hogy ezt az utat lekövessük mi klinikailag a betegágy mellé, már csak annál is inkább, mert ez szinte minden kórházban bemérhető. Na most nem véletlenül azt a hollandok egy pár héttel ezelőtt közölnek ugyancsak egy konszenzus alapján a tapasztalataikat, ahol amiben már van egy kis evidencia is, hiszen megnézik, hogy ez alatt a, hát nem tudom, két hónap alatt, vagy három hónap alatt tulajdonképpen közel 8, vagy nem is tudom mennyi vizsgálat foglalkozik ezzel a koagulopátiával, és azon belül pedig nagyon hasonló eredményre jutnak, méghozzá abban, hogy a D-dimer úgy tűnik, hogy alkalmas arra, hogy elkülönítse egymástól a kezdetek kezdeténél a túlélőket és a nem túlélőket. Az is nagyon fontos, hogy nem csak a túlélőkről, hanem a súlyos és kevésbé súlyos betegeknek az elkülönítése is segíthet nekünk, sőt, ami ennél talán még fontosabb, hogy nem csupán az abszolút érték, hanem a D-dimernek a tendenciája az, hogy növekszik, vagy nem változik, ugyancsak segítségünkre van abban, hogy prognosztizáljuk ezt a betegséget. Azt mondják, hogy három következtetést vonnak le. Az egyik ilyen következtetés az az, hogy a D-dimer emelkedésével úgy tűnik, hogy talán valami fajta kapcsolat lehet a légzési elégtelenség, tehát magának a betegségnek a progressziójában, ami egyébként láttuk, hogy megjelenik egy a légzési elégtelenség progressziójában, most megjelenhet egy kisebb gyulladásos állapotból tulajdonképpen egy citokin viharnak a kialakulásában, és hát megjelenik, ha az alvadásról beszélünk, akkor a koagulopátia súlyosságának a fokozódásában is. Talán képes arra, hogy a súlyos és nem súlyos betegek prognosztizálásában segítsen minket, ami azért nagyon fontos, mert ha például az antivirális terápia, vagy éppen az antikoagulációs terápia dozírozására gondolunk, akkor lehet, hogy a D-dimert, mint egy mankót, vagy ennek a D-dimernek a tendenciáját, változásának a tendenciáját, mint egy mankót használhatjuk, és természetesen itt vannak azok a trombembóliás szövődmények is, és azoknak a kutatásában, felismerésében is segíthet, amikről az elején beszéltünk. És muszáj erről beszélnünk, mert azt látjuk, hogy ezeknél a betegeknél összességében, ha a vénás és az artériás oldalat is figyeljük, akkor majdnem 31%-ban fordulnak elő
ezek a tromboemboliás szövődmények úgy, hogy a betegeknél természetesen profilaktikus trombózis profilaxist használunk. De most itt van a BK időkből, 2011-ből, ugyanez a szám trombózis profilaxis mellett olyan 8-9% körül van. Tehát látható, hogy közel háromszoros a tromboemboliás szövődmények előfordulás ezeknél a betegeknél. Túlnyomó részt vénás trombózisokról, pulmonális emboliáról beszélünk, de azért megjelennek az artériás, sztrókos és koronária szindrómás esetek lehetőségei is. De most itt ezen az ábrán azt látjuk, hogy tulajdonképpen a napok előre haladtával emelkedik ennek az előfordulása, majd aztán ilyen 30% környékén stagnál. Kínaiak megtalálják ugyanezt, azoknál itt 25% a tromboemboliás szövődmények előfordulása. Itt el kell mondjam azt, hogy azt olvastam, én ezt nem tudtam, hogy Kínában az intenzív osztályon rutinszerűen nem alkalmaznak trombózis profilaxist, mert az ő populációjukban viszonylag alacsony, annyira alacsony, hogy nem alkalmaznak, és így emellett a covidos betegek esetében 25% a megjelenése. Ők azt tapasztalják, hogy minél limfopénebb ez a beteg, és ismételten itt van a D-dimer, minél magasabb a D-dimer, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a betegnél tromboemboliás szövődmény jön létre. Meg is adnak nekünk egy ilyen pozitív, prediktív és negatív értéket, és úgy néz ki, hogyha a normál érték nagyjából olyan fél mikrogram per milliliter, tehát ha olyan 6-szorosa, 8-szorosa vagy 7-szeresére emelkedik ez a D-dimer, egész jó pozitív, prediktív értékkel mutatja nekünk azt, hogy a beteg megvárhatóan lesz ilyen trombózis, tromboemboliás szövődménye. Na most ez mindez nagyon jó, de ez nem csak akadémiai jelentőségű, hanem ennek úgy néz ki, hogy terápiás vonzata is lehet, hiszen ha megnézzük ezt az olasz cikket, akkor egyrészt ők is tapasztalják azt, hogy ezeknél a betegeknél van egy hiperkoaguláció, és van egy úgy néz ki a konvencionális alapján, ugyan a viszkolasztikusról majd beszél a János, de a konvencionális alapján van egy emelkedett fibrinolizis. De most ők viszont nem csak egy leíró vizsgálatot végeznek, hanem egy intervenciósat, méghozzá úgy, hogy a korábbi 2-4000 egység naproparinjukat, akkor, hogyha egy ilyen emelkedettebb hiperkoagulációs állapotot mérnek, egyrészt konvencionális, másrészt pedig mindjárt. Alapján, akkor megemelik az NMH-t 2000-6000-re, illetve ők még néznek antitrombin szintet és trombocitát is, és ennek megfelelően belenyúlnak a rendszerbe antitrombin koncentrátummal vagy clopidogrellel, de ez viszonylag elenyésző volt ahhoz képest, hogy mennyi, hány beteg esetében alkalmaztak összességében csak 2-6000 egység izét LMBH-t. Na most is azt találják, hogy 7 nap múlva valamelyest az hiperkoagulációs állapot és fibrinotikus állapot is, legalábbis amit a konvencionális alapján lehet mondani, mintha mérséklődne. Na most ők a hollandok, ők is megtalálják ezeket a változásokat, és ők változtatnak is egy picit a napi rutinjukon, és a korábbi alacsonyabb dózisú, illetve a korpulensebb betegek esetén egy kicsit magasabb dózisú LMVH-jukat április 4-e vagy éppen március 30-a óta szinte megkétszerezik, és ezt már nem csak az intenzíven, hanem úgy nézem, hogy a sima osztályon is elindítják. Na most még egy adalék, ők kínaiak, ők is észreveszik ezt, hogy van itt egy kicsit létjogosultsága az LMVH-nak, illetve a heparinnak, de ők már nem csak koagulációs paraméterekre vonatkoztatott vizsgálatot végeznek, hanem a kimenetelben hát 28 napos mortalitást is. Két dolgot találnak, azoknál a betegeknél, akiknek adnak heparint, ugye itt mondtam, hogy Kínában nem rutinszerűen nem alkalmaznak LMVH profilaxist, így ugye a kontrollcsoportban azok vannak, akik nem kapnak, de már most azoknál volt jótékony hatású a heparinnak az adása, akiknél ez az úgynevezett szeptikus szepszisre jellemző koagulopátia, itt van ez a score rendszer, itt mutatom, hogyha ez alapján, a score rendszer alapján több mint 4-es volt ez a score rendszer, azoknál pozitív hatással volt a heparin, míg hogyha ez nem volt ilyen súlyos, vagy nem ért el ezt a pontszámot, azoknál nem. Illetve azt találták, hogy a másik oldalon, megint visszatérünk a D-dimerhez, akkor, hogyha a D-dimer a 6-szorosára vagy 8-szorosára emelkedett a normális tartománynak, ott elkülönült egymástól, úgy néz ki, hogy klinikai haszna volt a heparinnak az adásának. Ide is írtam, hogy ők mit csináltak. A betegek nagy része LMVH-t kapott, 46 mg
per nap dózisban, gondolom ez itt igen, a másik részük, kisebb részük pedig heparint kapott a itt látható dózisban. Na most azonban itt fel kell hívnunk a figyelmet valamire. Arra, hogy megjönnek az intenzív osztályra ezek a covidos, vagy egyébként aztán meg nem covidos beteg, és azt tudjuk, hogy a betegeinknek egy része azért fokozottabb rizikóval, fokozott rizikójuk van a tromboemboliás szövődményekre. Itt ezt a PADEAC score-t használják, így gyorsan mutatom is, a teljesség igényeinkül nem olvasom fel. Elég annyi hozzá, hogyha ezt a score rendszert a mi bekerülő betegünknek, amikor felveszünk, kiszámoljuk, és ha itt már megint egy 4 fölötti értéket találunk, akkor ez alapján ez a beteg egy magasabb rizikójú beteg a tromboemboliás szövődmények szempontjából. Azonban ők azt találják, hogy ezek a betegek nem csak a tromboemboliás szempontjából magasabb kockázatúak, hanem hála Istennek a vérzés rizikójuk is megnő. Különösen akkor, hogyha ezek a betegeknél, ezek közé a betegség csoportokba, vagy a intervenciós csoportokba tartoznak. Most én itt kiemelek az első 4-5-5-öt, akiknél körülbelül háromszoros a rizikójuk arra, hogy vérezni fognak a normál populációhoz képest. Itt lehet látni ezeket a betegségeket, illetve különböző paramétereket. Ezért nagyon fontos az, hogy ha úgy döntünk, hogy ezeknek a betegeknek megemeljük, mert mondjuk adott esetben követjük a D-dimerjét, és a D-dimer egy emelkedő tendenciát mutat, és már elérjük ezt a közel 5-6-szoros szintet, és azt mondjuk, hogy a profilaxisunkat kétszeresére emeljük azért, hogy a későbbi szövődményeket, mikro- vagy makrotrombotikus szövődményeket megelőzzük, akkor viszont utána nekünk monitoroznunk kell szinte minden nap a betegeknek az albadológiáját, plusz minden nap meg kell néznünk, hogy a risk-benefit arányát, a trombózis és a vérzés szövődményeknek, és minden nap újra kell gondolnunk azt, hogy folytatjuk, vagy nem folytatjuk ezt az emelt trombózis profilaxist. Végezetül említettem, hogy nem csak a nagyerek, de a kisebbek is érintettek, ezek itt patológiai eredmények az Egyesült Államokból. Itt vannak néhány nyilakkal jelölt kisebbek, ahol már látjátok bent ezeket a kis trombusokat. Ennek következtében ezek vénás oldalon vannak többnyire, ennek következtében egy ilyen vénás, pangásos, bevézéses tüdő jön létre, és hogy megvizesedik, megnehezedik, elnehezedik közben az a tüdő a gyulladástól, és mindentől látjátok, hogy kitágul a jobb szívfél, ugye a bal szívfélhez képest. A szövetton esetében láthatók ezek az áttépülő, már hialin membránosodott, vagy hialinazálódó tüdőszövet. Ebben a B-képen látjátok ezeket a pici ereket, amiket fibrin tölt ki. Itt vannak ezek a kis fibrin dugók benne, de nem csak fibrin dugó, tehát nem csak koaguláció zajlik itt, hanem emellett természetesen itt vannak tömkelegével a limfociták, többnyire CD4 pozitív limfociták, amiket itt látunk, és megjelennek mellette a megakarociták is. Tehát nagyon szépen mutatják ezek a szövettani képek, az egyébként is mindig gyulladás és a koaguláció kéz a kézben járását. Egy másik nem meglepő adat arra, hogy ahogy súlyosbodik a betegek inflamációs állapota, ha ezt lekövetjük, ha lehet az interleukinnal, ezek is covidos betegek egyébként, gyönyörűen korrelál az emelkedő fibrinogénnel. Mondjuk ebben sincsen olyan nagyon sok újdonság, hiszen tudjuk, hogy a fibrinogén az egy akut fázis probléma, és tulajdonképpen itt el is érünk az úgynevezett tromboinflamáció kérdéskörbe, amiről a biztos vagyok benne, hogy a János nagyon sok mindent fog mondani, én ebben nem is akarnék most belekezdeni, annál is inkább, mert talán sokkal egyszerűbb ezt a viszkoelasztikus tesztek alapján elmondani. Egy utolsó dia, aminek már nem hozom az eredményeit, mert nekem ezt a 10 percet tartanom kell, és most pont ott vagyunk nagyjából, hogy ez csak ajánlat, ez egy friss dia, és minden, amiről beszéltem, az szinte ajánlás szinten van már benn, nagyon szépen kidolgozva, úgyhogy ezt, ha megkeresünk és elolvassuk, akkor biztosan tud nekünk segíteni. Köszönöm szépen, és akkor át is adnám a szót a Jánosnak. Köszönjük, Krisztián, akkor át is levéd szíves a megosztás, és akkor Jancsi, te pedig oszd meg a képernyődet. Parancsol. Szóval szeretettel üdvözlök mindenkit, és igen, tehát amiről én fogok beszélni, az egy team munkának a része. Ugye én a transzplantációs klinikán dolgozom, két Clot Pro, két TEG gépünk van aktuálisan, és az egyik Clot Pro gépet Szabó Zsuzsájék befogadták az USOKI-ba, ott covidos betegeket is kezelnek, a hozzáállása példátlan ilyen szempontból.
A vizsgálatokat Zátrok István végezte. Én analizáltam. Na, akkor vágjunk bele. Tehát itt van az első betegünk, aki gyakorlatilag az első mérés április 11-én van. Látható, hogy a koagulációs paraméterek mind az extrinszik út, ex-test, intrinszik út, in-test, illetve a FIB-test, trombocita nélkül, illetve a TPA-teszt, ugye erről a tesztről kell tudni, hogy 600 nanogram TPA-t tartalmaz, és azt nézi, terhelés alatt nézi az antifibrinolízist, vagy a fibrinolízist. Tehát ez egy normál állapotot jelentenél a betegnél. Ezt a beteget aznap adták ki az intenzív osztályra, hátterét tekintve vesetranszplantált volt, gyógyult és intermediér vagy másik osztályra helyezték át normális koagulációs viszonyokkal. Viszont, hogyha megnézzük a kiadása idején, nem is idején, de az előtte készült CT-t, akkor látható, hogy gyakorlatilag a jobb pulmonális főtörzsben ott van egy inkomplett embólia. Azt lehet tudni, hogy ez a beteg terápiás dózisú ellenfélhát kapott, tekintettel arra, hogy ő egy traumát szenvedett, János kórházban volt ott, érzékelték, hogy a profilaktikus terápia az nem elég, és terápiásra váltottak, tehát neki az volt a szerencséje, hogy ő elég korán megkapta a mostani irányelvek alapján, vagy fázi irányelvek alapján lévő terápiás dózist. Ennek ellenére egy pulmonális emboliája van, volt, oldódik, vagy nem, majd meglátjuk, hogy a tüdő vérkeringése és a jobb szívfél ez mennyire fogja befolyásolni, de az biztos, hogy koaguláció szempontjából április 11-én rendben volt. Itt van egy második eset, egy idős férfi beteg. Mit látunk? Hiperkoagulációt látunk az extrinszik teszten, az ex-teszten, 72 mm-es MCF, 70-es az in-teszten, az intrinszik utat figyeli, a FIB-teszt 36 mm, tehát ezek mind patológiások. Én életemben legalább 5000 teget és más típusú ilyen viszkalasztikus görbét analizáltam, ilyen nagymértékű hiperkoagulációval nagyon-nagyon ritkán találkoztam. Ami még látható, hogy a TPA-tesztnél, tehát 600 nanogram tiszuláris plazminogén aktivátor, az 98%-ban létre tudta hozni a lízist, de itt is látható, hogy az MCF, a rögnek a nagysága az patológiás. Április 15-én újra mértük ugyanezt a beteget. A beteg kapott aspirint, kapott LMVH-t, azt a gyakorlatilag a terápiai részeként, de az aspirint azért, hogy a trombocita agregációt próbáljuk csökkenteni, hiszen a 5-6 grammos fibrinogén szintjéhez hozzányúlni nem lehetett, de a rögnagyságot azt redukálni kell. Látható, hogy 69 mm-re csökken a ex-teszt, az in-teszt 63 mm-re, tehát a rög valamelyes csökkent, valamennyit a fibrinogén szint is változott, 36-ról 32 mm-re, ugyanakkor maga a TPA-ra, 600 nanogram TPA-ra adott válasz, az sokat javult, és itt már sokkal kisebb rög van. Ez volt április 15-én. Április 20-án állapot rosszabbodás miatt valószínűleg készült egy CT a jobb felső lebbenyben és a jobb alsó lebbenyben, de baloldalt is részleges perifériás pulmonális embolizációt talált. Itt baloldalt lehet látni a natív CT-jét, tüdő CT-jét a tipikus COVID-infiltrátumokkal. Harmadik eset, őt is április 11-én mértük először, gyakorlatilag ugyanígy ezt a hiperkoagulációt látjuk a betegnél, mind az intenszten, ex-teszten, mind a FIB-teszten, tehát egy nagy fibrinrög, egy nagy trombocitarög úgy együtt alakul ki, és a 600 nanogram TPA-ra adott válasza az normális, 97%-os, viszont itt is egy nagy rögből kell ezt a lízist létrehozni, tehát maga a fibrinolízis egy komoly terhelést kap ezekkel a nagy rögökkel, hogy a rögök clearance meg tudjon történni. Április 15-én végzett mérés, ő is aspirint kapott, valamivel, tehát tulajdonképpen változatlanok az in-tesztek, ex-tesztek a rögök nagyságát tekintve, de a FIB-teszten a fibrinogén még valószínűleg akutfázis férjeként tovább növekedett, úgyhogy a FIB-teszt az növekedett, de amire figyelni kell, és ami a lényeg ennek a diának,
az itt alul van gyakorlatilag a 600 nanogram TPA-ra, amire itt még normál választ adott, rá 5 napra ez a 600 nanogram TPA nem tudta létrehozni a lízist. A lízis ebben az esetben 60%-ban jött létre, és 37% az megmaradt. Tehát gyakorlatilag antifibrinolitikus egyensúlyt lehetett terhelésre, 600 nanogram TPA terhelésre észlelni a betegnél. Először azt hitte az István, hogy ez egy mérési hiba, ezért ezt megismételte rá egy órára, ugye 11.37, 12.23, akkor még rosszabb volt a helyzet, 24%-ot jelzett a mérés, tehát rosszabbodást. Később 16-án megmérjük új ismételten a beteget, ez esetben csak X-tesztet végeztünk, FIP-tesztet és TPA-tesztet, és egy gyógyulási folyamatot látunk itt, gyakorlatilag a 97-ről volt 37-24, majd helyre jön 97%-ra a lízis, tehát kezd normalizálódni. Ugyanakkor egy nagy rög van, de amit ilyenkor ez a teszt nekünk megmutat, az az LT idő, az a lízis time, az 768 szekundum, ez 8-szorosa a normálisnak, tehát gyakorlatilag ez egy tényleg kínlódik a rendszer ahhoz, hogy a rögöktől megmentse a kapillárisokat, vagy vénákat, artériákat, ahol ez ki tud alakulni. A CT-jén ő neki nem volt tüdőemboliája, így látható a tüdőgyulladás röntgenen, illetve a CT-n. Na most tekintettel, hogy ClotPro gép pár van az országban, 4-6, pontosan én nem tudom, viszont Rotem gép és TEG gép több van, TEG-ből van 6-7-8 talán, és a Rotemből talán 30. Fölmerült az a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha ezekkel a gépekkel mérünk. Hát a prokoagulációt, ami jellemzi őket, a hiperkoagulációt, amit érzékelünk a rög nagyságából, azt ezek a gépek pontosan fogják jelezni. De a lízisnél 0%-ot fognak adni, hiszen itt nincs TPA a rendszerben. Ezért fölmerült bennünk, hogy egy TEG géppel végezzük el a vizsgálatot vérrel, de a ClotPro TPA reagensekkel, vagy FIP-teszt és X-teszt reagensekkel. Itt az én saját mintámat lehet látni, gyakorlatilag fönt a tegeket, alul a ClotPro görbéket, látható, hogy teljesen fedik egymást. Ez pedig a covidos betegnek a vére, ugyanúgy megmérve a TEG géppel, ugyanúgy megmérve a ClotPro-val. Nyilván ez két mérés, de ebből egyértelműen látható az, hogy a TPA teszt az natív TEG küvettával pontosan kimutatja azt, hogy rule in, rule out jelleggel a betegnél az antifibrinolitikus állapot kialakult, a fibrinolízis shutdown kialakult, tehát pontosan identifikálja nekünk a beteget. Ez ugyanígy igaz a Rotem gépekre is, tehát egy Rotem mérés TPA reagenssel a ClotPro-tól, ugyanezt fogja mutatni, kivéve a Sigmát, ahol nagyon automatizált a rendszer. Na most mit lehetne csinálni, gondolkodtunk ezen. Ugye indul az alvadás. A CT időt kell nézni, ez a clotting time. Ha prokoagulációt látok, az LMVH-ból véleményem szerint 100 nemzetközi egységet tesszük ki, én ezzel kezdenék. Az AT3 szintek azok általában 70-80%-ban voltak bemérve a covidos betegeknél, ezt föl kéne emelni 100 fölé és valahol ott tartani. 3 óra múlva mindenféleképpen ismételni kéne, hogy a CT céltartomány egy másfélszeresnél legyen, 1,5-1,7-szeres a maximális CT normál értéknek, mert itt tartom biztonságban a beteget. És hogyha ezt később kontrollálni és a terápiát így folytatni. Tehát ez a rög elejét jelenti, tehát az alvadás indulását. A rög nagyságával kapcsolatban biztos, hogy hiperkoagulációt fogunk látni, részben akut fázis fehérjeként a fibrinogén megnő, tehát a FIP-tem sok lesz, de mi nem tudunk ehhez az MCF-es részhez, FIP-teszt részhez hozzányúlni, csak az X-tesztes, jobban mondva a trombocitás részhez, tehát a trombocita agregációval tudjuk lefogyasztani az élettani határok közé a rögnek a nagyságát.
Tehát abban az esetben, ha az MCF, tehát a rögnagyság az X-teszten és FIP-teszten van egy lényeges különbség, akkor egy multiplét vizsgálattal meg tudjuk vizsgálni, hogy melyik receptorral tudjuk mi a trombocitákat százalékosan gátolni, hogy ez a rög egy kicsit kisebb legyen. Nem, hogy kicsit, de hogy a normál tartományba visszahozzuk a rögnagyságot. És erre van lehetőségként aspirin, lehet a klopidogrél 25-50 mg. Én nekem az a 300 mg, amit a Krisztián említett az irodalomból, soknak tűnik, mert én inkább lentről mennék fölfele a dózissal, úgy, hogy méregetem, és individualizáltam, pontosan be tudom állítani, hogy optimális legyen. Szerintem a cél egy 40-50-es AUC érték. Visszatérve, láttuk a vérnek az alvadás indulását, amit kezeltünk, láttuk a vérrög nagyságát, amit tudunk kezelni, és ilyen gépeink vannak, tehát összesen legalább 40 gép van az országban, és akkor kérdés, ugye a vérrögnek a clearance-e, ha már létrejött rög, annak oldódni kell. Most, hogyha hiperkoaguláció van, a kérdés az, hogy a fibrinolizis shutdown létrejön-e, illetve azon belül, hogy az antifibrinolitikus, pro-antifibrinolitikus egyensúly mennyire billent meg. Ha nagyon megbillent, fibrinolizis shutdown-t látunk jelenségképpen, hogyha kevésbé billent meg, akkor az a lízis time, a lízis idő fog megnyúlni, egy lassú lízist. Ez mind a kettő patológiás, itt valószínűleg lépni kell. Véleményem szerint úgy kell lépni, ha tudjuk, hogy 600 nanogram van a mintába, akkor a normál érték az 600, a betegnek a százalékos értéke alapján pontosan fogjuk tudni, hogy mennyi hiányzik, 200, 300, 400 nanogram a plazmából. Ha kiszámolom a vérvolument, a hematokrit alapján a plazmavolument, és ezt a plazmavolument beszorzom ezzel a különbséggel, akkor fog nekem adni egy TPA dózist, ami gyakorlatilag így egy 70 kilós, 80 kilós embernél 1 és 4 mg között lesz, és ha ezt 3-4 óra alatt lassan beadom, biztos, hogy ártani nem fogok ártani, mert a cél az, hogy normalizálom a lízist, és utána a TPA tesztet ismétlem. Jancsi, lehet most már lassan a konklúzió fele haladni, igen, ne arra. Mindjárt mutatok akkor. Igen, itt a trombociták, azok által, itt az influenza, ami a trombocitáknak az agregációját csökkenti, ez érdekes módon a COVID-nál nincs, influenza, pneumokokus, szalmonella, különböző trombin generációkat, rögnagyságokat és trombocita agregációkat hoznak létre, tehát maga egy kórokozó légyen, a COVID légyen más, az olyan változást hagy a hemosztázisba, ami olyan, mint egy új lenyomat. Kétféle trombocitával kell számolni, egyrészt a trombocitát is érinti a COVID, másrészt, hogyha csak stimulálja, akkor mit fog csinálni. Hát ugye a toll-like receptor 7-est fogja használni ezúttal, és más interleukin rendszerrel megy az RNS vírusok fertőzése, mint a bakteriális, nem jellegzetes egyébként az IL-6 erre, és van egy fehérvérsejt interakció, itt fent látjuk a kontrollt, a trombocitát egy loxobin TLR-het agonistával, vírussal és trombin generációval indukálva, lent pedig a fehérvérsejt kapcsolatokat. Azért mutatom, mert ez nagyon fontos gondolkodásilag, mert ugyanis egészen másképpen viselkedik egy trombocita egy TLR7 agonistára, mint a COVID, mint önmagában az alvadás kapcsán. Olyan lesz az adézió, mintha trombinnal lett volna serkentve, kettő ázat a trombin és a TLR agonista ugyanazt a magas adéziót hozza, és a von Willebrand szintek ilyenkor 200-300 százalékosak, itt pedig az immunmodulációt látjuk, hogy egy trombocita rátapad a leukocitára, és ezeken a csápokon kommunikál. Miért fontos ez? Mert ha a tüdőt vesszük céltartománynak, nem a vesét, a közti agyat, a neurotropizmussal, vagy a proximális tubulust a vesénél, vagy a kolangiocita centrobulázi zónát a májnál, vagy a többi szervet, a koronária zónát és az endokardiumot, csak a tüdőt, azt láthatjuk, hogy itt vannak trombózisok intravaszkulárisan, illetve vannak az alveolusban vannak az immunmodulációs folyamatok a trombocitával. Tehát valamilyen szinten az gátlásuk ajánlott ezeknél a betegeknél.
Nem egyszerű a dolog, mert a tüdő abszolút inhomogén, így itt egy diffúz alveoláris hemorrágiás zónát látunk, itt egy trombotikus zónát látunk, és ha megnézzük az ép és a nem ép közötti területet, az ép területen, vagy annak határán, hogy a Krisztián is jelezte irodalmilag, lehet látni, hogy ott kezdődik a trombózis. Tehát összegezve az egészet, véleményem szerint viszkoalisztikus tesztekkel vizsgálni kell ezeket a betegeket, ha lehet naponta, reagálni kell, és a három mérés elvét kell követni, diagnózis, gondolkozni individualizáltan, antikoagulálni individualizáltan, az agregációt csökkenteni, a rögnagyságot csökkenteni, és annál, akinél fibrinolitikus shutdown van, ott a lízist egy kicsit megtámogatni. Ezt beadni, utána lekontrollálni, hogy hatékony volt, és utána még egyszer, hogy úgy maradt. És bármikor a beteg állapota romlik, akkor ezeket a vizsgálatokat meg kell ismételni. Mert ha a kapillárisok trombotizáltak, akkor oda nem jut be se bármilyen kvázi antivirális szer, nem jut be az oxigén, nem jut be a CTL, CD8-as citotoxikus limfocita, nem jut be az IgM, és az a terület az roncsolódik, és irreverzibilis károsodás lesz, tehát gyakorlatilag rokkantak lesznek azok, akiket kiadunk az intenzívről. Nem beszélve arról, hogy 30-40%-ban tüdőemboliát diagnosztizálunk, és szerintem ez több, mert aki hirtelen halt meg, annak nem is diagnosztizáltuk, szerintem a betegeknek a fele ilyen trombemboliás szövődménybe veszítjük el. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönjük, Jancsi. Légy szíves, állítsd le a képernyő megosztásodat. Igen, csak mindjárt megpróbálom. Jó, köszi. Köszönöm. És akkor most én osztom meg a képernyőmet, ugyanis Rudas tanár úrnak az előadását. Zsolt, igen? Ha osztom meg a képernyőt, akkor ne felejtsd el bejelölni, hogy hallatszódjon a hang is. Mert alapértelmezetten nem hallatszik. Azt én nem tudom. Hát, hogy rámész a share screenre, akkor van egy ilyen opció, hogy a hangot is ossza meg ott lent legalul. Share computer sound. Igen, megvan, köszönöm. Köszönöm szépen. És optimize screens for share for video clip. Jó. Jó, és akkor... Na, mi történt? És látjátok most a képernyőmet? Igen, lehet látni. Rögtön. Látszik? Szervezők, előadó társaim, kedves barátaim, hallgatóság. Január első heteiben jelentek meg az első relatíve kis PET számú közlemények Kínában, amelyekben arról számoltak be, hogy a koronavírus infekcióban érintett betegek milyen arányban fordul elő társbetegség, alapbetegség. Ezek a kis számú vizsgálatok rendre azt igazolták, hogy a betegek körülbelül egyötödébe, egynegyedébe fordul elő kardiovaszkuláris betegség, és még ennél is többe, akár a 60%-ot megközelítő arányban is a magas vérnyomás betegség. Utóbb nagyobb esetszámú vizsgálatokat is közöltek Kínából hasonló eredményekkel, és végül néhány héttel ezelőtt európai adatok is napvilágot láttak. Grasselli 72 lombardiai intenzív osztály anyaga alapján megerősítette azokat az adatokat, amit a kínai kollégák is láttak. Mindez bizonyos fokig nem meglepő, hiszen tudjuk, hogy például a szezonális influenza
A és B változatában egyaránt fontos társbetegségek, a kardiovaszkuláris megbetegedés, a diabétesz, azt lehet mondani, hogy nagyjából hasonló arányban fordulnak elő, mint az új tanulmányokban. Azt is elég régóta tudjuk, hogy az akut miokardiális infarktus halálozás, vagy éppen a kardiovaszkuláris halálozás, mert szezonális fluktuációja nagyon szoros kapcsolatban áll a heveny légút betegség, vagy influenza-szerű betegség előfordulásával. Néhány héttel ezelőtt, március 25-én aztán egy nagyon jelentős és nagyon fontos előremutató közlemény látott napvilágot Kínából, a Renmin Hospitalból. Ez egy wuhani kórház, amelyet súlyos koronavírus fertőzött betegek ellátására jelöltek ki. Xi és munkatársai több mint 400 beteget észleltek a kórházban, és a betegeket két csoportba osztották, aszerint, hogy mutatkozott-e a beteg ellátása során olyan laboratóriumi eltérés, nevezetesen olyan mértékű troponin szint emelkedés, ami meghaladta az adott tesztnek a normális populációban mért 99-es percentilisét. Ementén elkülönítettek egy kardiálisan érintett és egy nem érintett csoportot. A kardiális érintettség 20%-ban fordult elő. Érdemes felfigyelni arra, hogy a kardiális érintettségi csoportban már a jelentkezéskor az egyéb ismert jellegzetes tünetek mellett a mellkasi fájdalom is előfordult, mégpedig 13%-ban, ez a másik csoportban 1% körüli volt. Azok a bizonyos alap- és társbetegségek, amit már korábban érintettünk, szignifikáns módon gyakoribbak voltak az érintett csoportban, mint a másik csoportban. Az emelkedett, vagy kórosan emelkedett szintű troponin mellett gyakoribb volt a limfocitopénia, magasabb volt a C-reaktív protein szint, és az N-terminális proBNP, ami a szívelégtelenség rendkívül érzékeny markere, az egy nagyságrenddel magasabb volt a kardiovaszkulárisan vagy kardiálisan érintett csoportban, mint a másik csoportban. Az igazi megdöbbentő eredmény az az utánkövetés alapján látható. Akár úgy nézték a kutatók, hogy a panaszok kezdetétől, tünetek kezdetétől számították, akár úgy, hogy a kórházi felvételtől kezdve folytatták az utánkövetést. Azt látták, hogy 3-5 héten belül a kardiálisan érintett alcsoportból az életben maradottak aránya alig érte el az 50%-ot, míg a másik csoportban ez 90% fölötti volt. Durva drámai különbség. Alig néhány nappal az előző közlemény után egy másik, ugyancsak kínai közlemény látott napvilágot, Guo és munkatársai, ugyancsak Wuhanból, és egy hasonló módon koronavírus fertőzöttek ellátására kijelölt kórháznak az anyagát ismertették. Nagyon hasonló módon ők is két alcsoportot hoztak létre a 187 betegből, akiket láttak, és az egyik alcsoport ismét csak az emelkedett troponin szintű alcsoport volt, kardiálisan érintett csoport, és a másik, amelyikben ez nem volt. Még a másik csoportban ez 90% fölötti volt, durva drámai különbség.
alig néhány nappal az előző közlemény után egy másik, ugyancsak kínai közlemény látott napvilágot, Guo és munkatársai, ugyancsak Wuhanból, és egy hasonló módon koronavírus fertőzöttek ellátására kijelölt kórháznak az anyagát ismertették. Nagyon hasonló módon ők is két alcsoportot hoztak létre a 187 betegből, akiket láttak, és az egyik alcsoport ismét csak az emelkedett troponin szintű alcsoport volt, kardiálisan érintett csoport, és a másik, amelyikben ez nem volt kimutatható. Nagyon hasonló módon az előzőekhez itt is látták a hajlamosító, illetve alapbetegségek halmozódását. Érdekes új adat, hogy sokkal gyakoribb, 17%-ot meghaladó volt a malignus kamrai ritmuszavarok aránya az érintett csoportban. Ez a másik alcsoportban mindössze 1,5%-os volt. És persze a mortalitás, amelyik a nem érintett csoportban 9% volt, ez se kevés. A másik, a kardiálisan érintett alcsoportban bizony a 60%-ot elérte. Azt lehet mondani, hogy egyéb tényezők tekintetében is volt különbség a két alcsoportban, így például az ARDS előfordulása az közel ötszörös volt a kardiálisan érintettek körében, a koagulopátia előfordulása háromszoros, és a veselégtelenség előfordulása majdnem tízszeres volt a csoportban. Nagyon érdekes alcsoport vizsgálatokat végeztek retrospektív módon ebben a vizsgálatban. Négy alcsoportot hoztak létre. Voltak betegek, akiknek ismert volt a kardiovaszkuláris alapbetegsége, de nem jelentkezett troponin emelkedésük. Ezeknél a halálozás 13% volt. Ennél kevesebb volt azoknál a betegeknél, akiknél se alapbetegség nem volt jelen, se troponin emelkedés. Az előzőnek valamivel több, mint fele 7,6%. Mindkettőnél lényegesen magasabb volt a halálozás abban a utólag szerkesztett alcsoportban, amelyikben nem volt ugyan kardiovaszkuláris alapbetegség, de az észlelés során diagnosztizáltak emelkedett troponin, vagy észleltek emelkedett troponin szinteket, ez már 38% volt, és elképesztő módon abban a csoportban, ahol mind alapbetegség is volt, ismert volt, mind troponin emelkedés is jelentkezett, a mortalitás bizony a 70% közeli értékre emelkedett. Összegezzük tehát, hogy a szívizom károsodás előbb már említett faktorai hogyan jelentkezhetnek egy koronavírus infekció során. Elsőként meg kell emlékeznünk a gyulladással összefüggő plakruptúráról. A plakruptúra a hozzá társuló trombus képződéssel és egy epikardiális koronária ág elzáródásával, az a jól ismert hagyományos ST-elevációs infarktus szubsztrátuma. Tudjuk azt, hogy a folyamat, a plakruptúra, ez nem csak egy mechanikus esemény, nem csak arról van szó, hogy az erő nyíróerők mentén elreped az ér, hanem bizony abban a plakban folyamatok zajlanak, gyulladásos folyamatok, makrofágok vándorolnak, és enzimatikus tevékenységükkel elvékonyítják a plakot záró fibrózus sapkát. Pontosan ez a gyulladásos folyamat, ahol mi összekapcsoljuk az egyéb betegségeket, például a járványos influenzát, az ST-elevációs infarktus halmozódásával. A kettes típusú szívizom infarktus az a kategória, ahol egy szűkület, egy krónikus, fix szűkület
mellett, ez a leggyakoribb forma, az oxigén ellátás és az oxigén igény közti egyensúly fölborul. Most ennek nagyon sok létezhető oka van, és ezek közül az okok közül nagyon sok előfordul a mindennapos intenzív osztályos észlelés során, ilyen a tahikardia, hipoxia, a koszorúér spazmus, a koszorúér mikroembolizáció, egy fontos faktor, érdemes emlékezni arra, hogy a koronavírus infekció kapcsán többen észlelték már a véralvadás zavarait, fontos faktor lehet a súlyos anémia, illetve az endotélium működés zavara, ami mikrocirkulációs zavarban nyilvánul meg. És végül ezután a két infarktusnak nevezhető, azaz isémiás sejtelhaláshoz köthető forma mellett ott van a harmadik károsodás, ez a mezei szívizom károsodás, ami nem isémia következménye, egyéb eredete van, például szívizomgyulladás, közvetlen vírus okozta ártalom, de lehet jelentkezheti toxikus hatás, akár a gyógyszereink hatása, mellékhatása is. Itt vagyunk ebben a vegyes, variábilis szituációban a járvány közepén is jelentkezik egy beteg, mellkasi fájdalommal, EKG-en, ST elevációban. Mit mond nekünk az ajánlás? Van erre nekünk tanács, hogy mit tehetünk, mit csináljunk? Néhány héttel ezelőtt az Amerikai Kardiológus Kollégium és az Amerikai Kardiológus Katéteres Társaság egy közös ajánlást bocsájtott ki. Ennek az ajánlásnak egyik sarkalatos pontja az, hogy az ST elevációs miokardiális infarktus kezelésében mind a mai napig az egyetlen igazán nagyon hatékony ellátási módszer a primér katéteres intervenció. Akkor ez az ajánlás rámutat arra, hogy a COVID-19 fertőzött ST elevációs infarktusos betegeknél mérlegelni kell a katéteres intervenció várható hasznát, és a kockázatokat is, melyek egyértelműen belefoglalják a személyzet expozíciójának a kockázatait is. Szerintem ennek az ajánlásnak egyik legfontosabb mondata az, hogy egyedi mérlegelés szükséges. Megjelenik ebben az ajánlásban az a mondat is, hogy relatíve stabil állapotú ST elevációs infarktusban szenvedő betegeknél a trombolízis egy lehetséges opció. Ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy a trombolízis az nem egy végleges megoldás. Lehet, hogy sikerül átjárhatóvá tennünk azt az eret, de ott marad a lézió, nincs lefedve, fenyeget a reokklúzió veszélye, és ezeket a betegeket bizonyos idő után szükségszerűen katéteres laborba kell azért venni, úgyhogy a trombolízis az nem annyira egy végleges alternatíva, inkább egy időmentő, időhúzó beavatkozásnak tekinthető. Ugyanez az ajánlás néhány fontos megjegyzést tesz a limitációkkal kapcsolatban, például megállapítja, hogy a szívkatéteres laboratóriumokat eredendően nem fertőző betegek ellátására tervezték, a laborok általában neutrális vagy pozitív nyomású szobákból állnak, legtöbb laboratórium egy közös előtérből, bemosakodó területből nyílik, nagyon nehéz az izoláció megszervezése. Kijelentik azt is, hogy ugye a beavatkozás, mint mindannyian tudjuk, az egy erősen időfüggő beavatkozás, igyekszünk minél gyorsabban végrehajtani, ugyanakkor a járványügyi felmérése, megítélése a betegeknek, az ellátó ki- és beöltözkedése, a védő öltözetben folytatott kicsit nehézkes elhúzódó beavatkozás, ennek a csúszása. Továbbá
a záró fertőtlenítéseknek az időigénye, ezek mind-mind a gyors ellátás ellen ható tényezők. Lássuk, hogy mi történik a való világban. Egy egészen friss közlemény, spanyol szerzők 73 katéteres centrumból gyűjtötték az adatokat, és egy összehasonlítást végeztek két egyhetes időszak között. Az egyik időszak 2020. február 24. március 1 között volt, a második időszak március 16 és március 22 között. Ugye körülbelül legközött a két időpont között tört be igazán a járvány Spanyolországba. Nos, azt lehet látni, hogy ezzel a csupán két hetes csúszással nagyon megváltozott a működés, és a esti elevációs szívinfarktusban végzett primér beavatkozások aránya 40%-kal csökkent, drasztikus csökkenés. Nagyon-nagyon hasonló adatokat közöltek, ugyancsak frissiben az Egyesült Államokból, 9 nagy esetszámmal működő laboratóriumból, ezekre az volt a jellemző, hogy évente több mint 100 primér beavatkozást végeztek esti elevációs infarktusban, innen szedték az adatokat, és egy teljes évre visszacsúsztatták az összehasonlítási alapot, és lehet látni, hogy 2020. januárjától kezdődően márciusig körülbelül ugyancsak 40%-kal visszaesett a primér PCI gyakorisága. Mi lehet a magyarázat? Maguk a szerzők fölvetnek néhány lehetséges magyarázatot. Az egyik tényező az, hogy a betegek késlekedve, vagy netán egyáltalán nem fordulnak orvoshoz. A második lehetőség, hogy nem ismerjük fel az esti elevációs infarktust. A harmadik lehetőség az, hogy az ellátás talán eltolódott a trombolízis irányába. Most ezekre a kérdésekre csak részlegekben tudunk választ adni. Például a trombolízis gyakoriságáról egyáltalán nincs még adatunk. A téves diagnózis kérdésére még visszatérek. Azt viszont, hogy a betegek késve fordulnak az ellátóhoz, azt egyértelműen bizonyítottnak tekintem. Még ezért januárjában jelent meg egy kis beszámoló Hongkongból. Igaz, hogy kis esetszám alapján, de azt a nagyon fontos megfigyelést tették, hogy a betegek orvoshoz fordulási ideje abban a pár hetes gyakorlatban nagyon megváltozott. És azt látták, hogy a korábbi 82 perces, mondjuk majdnem egy és egy fél órás késlekedési idő helyett egy 318 perces, azaz több mint 5 órás késlekedési idő volt. Ez az az idő, amíg a beteg hezitált, hogy orvoshoz forduljon. Ez egy négyszeres növekedés. Ugyanakkor a sürgősségosztályra való megérkezéstől számítva, vagy a katéteres laborba való megérkezéstől számítva, a késlekedés az nem nagyon változott a korábbi időszakhoz viszonyítva. Nos, a trombolízisről, mint mondtam, nincs még adatunk, de az esti eleváció téves diagnózisáról indirekt módon azért lehet következtetéseket levonni. Egy nagyon friss beszámolóban 6 amerikai, még pontosabban New York-i kórház összegyűjtött eset sorozatát közölték a kollégák, mégpedig 18 olyan beteget találtak, akiknél esti elevációt észleltek a koronavírus infekció kapcsán, még 10 betegnél a kórházi feltételnél már észlelhető volt az esti eleváció, további 8 betegnél a kezelés során alakult ki.
ahogy megfogalmazták, diffúz ST-eleváció volt 4 betegnél. Ez a diffúz ST-eleváció azt jelenti, hogy egymáshoz össze nem tartozó elvezetésekben, EKG elvezetésekben kiterjedten volt látható az ST-eltérés. Szemben a fokális ST-elevációval, ami 14 esetben láttak, ez az, ami hagyományosan egy bizonyos szívizom területnek a leképezését jelenteni összetartozó EKG elvezetésekben. 9 esetben történt angiográfia, ez az eseteknek csak a fele, és 6 esetben találtak végül obstruktív koszorúér léziót. A végső diagnózisuk az befolyásolta már a katéteres angiográfiás lelet, és így a STEMI definíciójuk az obstruktív koszorúérbetegség jelenlétéhez kötődött, ezt 8 esetben látták, és megjegyzendő, hogy az összes eset, ahol ilyet láttak, az mind a fokális ST-eleváció csoportba tartozott, egyetlen esetben se láttak diffúz ST-elevációs prezentációjú betegnél koronári okluziós betegséget. Azt kell mondani, hogy még a fokális ST-eleváció csoportban is ez a találati arány, ez az 57%, ez nem túl magas, hiszen a korábbi gyakorlatunk alapján azt lehet mondani, hogy a tapasztalat az, hogy ST-elevációs infarktusban kb. 90%-ban fogunk találni okkluzív koszorúér bajt, ez ennél lényegesen kevesebb. Itt maradt ez a bizonyos 10 eset, ahol nem volt koszorúér eredet, és ez a különbség, hogy koszorúér eredetű, vagy nem koszorúér eredetű, bizony befolyásolta a kimenetelt. A 4 ST-elevációs, a 8 ST-elevációs betegből 4 halt meg, míg a 10 nem ST-elevációs csoportba tartozó beteg közül 9 meghalt, durva különbség. Bemutatok egy-két EKG regisztrátumot ebből a közleményből. Itt van egy példa, ez egy olyan páciens, akinél végül nem találtak okkluzív koszorúérbetegséget, és a beteget sajnos elvesztették. Most ezen a felvételen felhívja az ember figyelmét, odavonza az ember szemét, az ST eleváció a 3-as AVF EKG elvezetésekben, ugyanakkor látni bizonyos szokatlan eltéréseket is. Én a magam részéről például a V1-V2 elvezetésekben látható rendellenességeket a Brugada EKG mintázatnak megfelelőnek tartom, bár a szerzők erre a közleményükben nem tértek ki. Másik beteg is volt, akinek nagyon hasonló eltérését láttam. A sorozatból itt van egy másik példa, ugyancsak olyan páciens, akinél nem találtak okkluzív koszorúérbetegséget, és elvesztették. Most azt hiszem, hogy a hallgatók, nézők közül nagyon sokan megegyeznek velem abban, hogy ez a kép bizony egy perikarditises EKG képnek felel meg, valószínűleg egy perimiokarditiszt jelez. Most ha eljutottunk ehhez a ponthoz, hogy miokarditisz, perimiokarditisz, föl kell tennünk a kérdést, hogy van-e bizonyítékunk a koronavír fertőzésben a szívviszonygyulladásra? Válasz az, hogy gyülekeznek az esetismertetések. Itt most gyorsan 4 esetet, vagy 4 hivatkozást mutatok. Mindegyikben kizárták koszorúér angiográfiával a koronária eredet lehetőségét, és megerősítették a szívizom diffúz betegségének a jelenlétét képalkotó eljárásokkal. Nem csak az echót foglalták magukba, hanem a szív emerít is, amelyikről tudjuk, hogy erre a betegségre a szívizomgyulladásra egy igen érzékeny diagnosztikus módszer.
a legalsó feltüntetett hivatkozás, Tavazi és munkatársai, ebben az esetben megtörtént az arany standardnak számító szívizom biopszia vizsgálat is, és a biopsziás anyagból sikerült igazolniuk a vírus partikul jelenlétét. Ha össze akarom foglalni mindazt, amit most elmondtam a kedves hallgatóknak, akkor elsősorban megállapíthatom azt, hogy a koronavírus fertőzés során hasonlóan egyébként más vírusfertőzésekhez a kardiovaszkuláris alapbetegség az egy fontos morbiditási és mortalitási prediktor. Nagyon fontos és további vizsgálatokat igénylő előremutató megállapítás, hogy a koronavírus fertőzött súlyos betegek körében 20-30%-ban igazolható a szívizom károsodás. Az is hozzá tartozik, hogy ez a szívizom károsodás egy rendkívül rossz prognosztikus jel. Ezen túl tudnunk kell, hogy a koronavírus fertőzés súlyos formái egy komplex kórképpel járnak együtt, ami megfelel annak a bizonyos szisztémás gyulladásos válaszreakció szindrómának, és ezeket a betegeket a szeptikus sokkos betegek kezelési elveinek megfelelően kell értelmeznünk és kezelnünk. Köszönöm a figyelmüket! Köszönjük szépen, így távolról is. Laci már gondolom az igazak álmát alussza Sydneyben. Az idő előre haladt, úgyhogy az utolsó előadás megtartására pedig akkor Leiner Tamást kérem meg. Jó. Üdvözlök mindenkit, aki még így kitartott. A részvevők száma egyébként 350 fölött tetőzött, de még most is jóval 300 fölött vagyunk, jelenleg 313-an követnek minket, úgyhogy nagyon nagy köszönet nekik, és egyébként a három másik előadónak is. Sikerült a más a megosztás? Igen, elvileg látjátok? Még nem, még csak téged, de az is nagy élmény. De az, hogy ilyen rövid idő alatt, ilyen magas színvonalon sikerült mindenkinek felkészülni. Elvileg megosztottam. Látszik bármi? Nem. Valamit nekem kell csinálni, Attila? Nem. Csak rá kell kattintani a share-re utána, miután kijelölted. Ja, bocsánat. Én már nem is tudok vissza. Jó, balsó sarokban van egy kék gomb, share, azt kell. Ja, csak bocsánat, csak ki kell lépnem az előadás vetítésből. Igen. És ide kell mennem. Igen. És most egy share. Így van. Oké. És most akkor már látni kéne, ugye? Így van. Látjuk is, hallunk is. Helyes. Éva írt, hogy halkak lettünk, de valószínűleg akkor na, próbáljátok ki fölhangosítani. Na, próbálok gyors lenni. Parancsolj időt. Ami témát én kaptam, ugye ez az akut vesekárosodás a COVID-19-es betegekben. Mindjárt kezdeném a Kidigo guideline-nal, amiről azt kell tudni, hogy 2012 óta van érvényben gyakorlatilag. Ugye, ahogy a sepsis, Surviving Sepsis Campaign nagyon gyorsan reagált, és ők ugye tettek ajánlásokat, változtattak. Ez az ajánlás mind a mai napig érvényben van, ehhez hozzá nem nyúltak, tehát gyakorlatilag a súlyos, tehát ugye a vese károsodott betegeknek az ellátása, a klasszifikációja az ennek megfelelően kell, hogy történjen, és történik is. Gondolom az ábrát, vagy ezt a képet, amit felvetitek, ezt mindenki ismeri. Tulajdonképpen ez a súlyossági besorolás 1-től 3-ig, ugye alapvetően a kreatinint veszi figyelembe, illetve a vizelet mennyiségét. Hogyha ezt vesszük, ugye van egy alap, és akkor ehhez képest az emelkedés, ez alapján osztja három részre. Problémáit alapvetően ismerjük ennek a besorolásnak, főleg ugye nem tud mit kezdeni a krónikus vesebetegekkel.
menjünk akkor gyorsan tovább, és egy fölmerül mindjárt a kérdés, hogyha alapvetően a COVID-19 ugye elsősorban ez egy légúti tünetekkel járó betegség, hangsúlyozottan csak elsősorban, és ugye próbálták ugye ARDS-ként kezelni, akkor nézzük meg az ARDS-nek, illetve az akut vesekárosodásnak van-e bármilyen kapcsolata. Azt látjuk, hogy ez a tavaly szeptemberben megjelent tanulmány, ezt a LungSafe vizsgáló csoport ugye publikálta, és bizony-bizony, ugye a 31%-os ARDS mortalitásról, abban az esetben, hogyha enyhe vagy középsúlyos vesekárosodás volt, ez fölment 50%-ra, súlyos esetben 58%-ra. Mi lehet ennek a hátterében? Erre több teória is van. Az egyik, ez viszont már idén februárban jelent meg, de még a nagy járványdömping előtt, amikor tulajdonképpen azt írják le, hogy a tüdő és a szív hogyan kvázi kommunikál egymással, milyen következményei lehetnek egy tüdőgyulladásnak, egy ARDS-nek a vesére, és ez hogyan okozhat károsodást. Most ha erre az oldalra figyelünk, akkor ugye itt beszélhetünk arról, hogy az ARDS-ben a gyulladásos válasz, ugye a trombocita aktiváció és nefrotoxinok, nagyon fontos ugye, hogy hipoxémiás a beteg, az is hathat rá, és hogyha elkezdjük kezelni a beteget, ugye az általunk okozott úgymond iatrogén, biotrauma, barotrauma, itt is ugyanúgy a citokinek felszabadulása hathat a vesére. Ezt tudjuk, hogy ez van ARDS-ben. Egyből, ugye amikor már pandémiával nyilvánították, itt is elkezdtek vizsgálódni, ezt Claudio Roncóék írták le, hogy mi lehet a COVID-19-es vesekárosodás hátterében potenciálisan, három csoportra osztva, ők is mindjárt az elején a citokin okozta károsodásról beszélnek. Erre ugyanez a szerző páros leírta az ő teóriájukat, erről ugye Zoli kiválóan beszélt, virális infekció, gyulladás, több úton keletkezhetnek mediátorok, ugye egyrészt a gyulladás miatt, maga miatt, a lélegeztetés miatt is, illetve vannak betegek, ugye, aki ECMO-n vannak. Szerintük ugye ezek a citokinek, hogyha felszabadulnak, akkor egy endotelális diszfunkcióhoz vezethetnek, ami potenciálisan egy szervelégtelenséghez, jelen esetben az én témámban a veseelégtelenséghez vezethet. Menjünk tovább, ugye mi a következő, amit még felsorolnak, ez az organ cross talk, vagy tulajdonképpen a szervek párbeszéde. Ugye itt a Rudas professzor úr által is emlegetett virális miokarditis adott esetben egy szívelégtelenséghez is vezethet potenciálisan, egy kardiorenális szindróma, ugyanitt a hipoxia miatt meduláris hipoxia, aztán a kezelés következtében lehetnek problémák, illetve szisztémás hatások, mint például a pozitív folyadékegyenleg. Ezt nem is akarom tovább részletezni, elméletileg számos probléma vezethet oda, hogy egy COVID-19-es betegben vesekárosodás alakul ki. Egy másik érdekes dolog, amit szerintem megéri megvizsgálni, ez az, hogy van-e direkt vírushatás. És itt nagyon-nagyon gyorsan felvetíteném azt, hogy hogyan is jut be a vírus ugye a sejtbe. Bocsánat, azt tudjuk, hogy ugye ennek a vírusnak itt vannak tüskéi, a tüské végén van ugye az S protein, ami elvileg ehhez az AT2 receptorhoz kötődik, ami mellett kell, hogy legyen egy úgynevezett transzmembrán proteináz szerin 2 enzim, ami ezt az S proteint hasítja, ezután a hasítás után lesz egy konformációváltozás, és kerülnek, és olyan fúziós fehérjék kerülnek a vírusból kibocsátásra, ami alapján gyakorlatilag megtörténik a membránfúzió, és a vírus bejut a sejtbe. Tehát enélkül a két fehérje nélkül tulajdonképpen a vírus nem tud a sejtbe bejutni, ezért annak a jelenléte a megfertőzött sejteken fontos. Most, hogy miért mondtam ezt el? Hát ennek azért, mert hogy egy nagyon érdekes levél jelent meg az Intensive Care Medicine-ben, amiben egy kínai vizsgálócsoport leírja azt, hogy ők 42 000-nél is több vesesejtet izoláltak, különböző sejteket, 15 féle különböző egészséges
veséből, és ezeken nézték meg az ACE2-nek és ennek a proteináznak az expresszióját, és azt találták, hogy nagyon nagy számban, majdnem ugyanolyan számban, vagy még magasabb számban, mint ugye a kettes típusú pneumocitákon is jelen van ez a podocitákon és a proximális tubulusokon. És hogyha ezt a gondolatmenetet tovább visszük, akkor el kell, hogy mondjak egy eset bemutatást, ami pár nappal ezelőtt jelent meg Svájcból. Nekik volt egy 63 éves betegük, aki bekerült típusos tünetekkel, de a légzési elégtelenség az nem volt túlzottan súlyos, 4 liter oxigénen nagyon jól el volt. Gyakorlatilag 8. nap környékén már le is szoktatták az oxigénről, viszont egy 3-as stádiumú akut vesekárosodásba csúszott. Ennek a kivizsgálását kezdték meg, és ennek a kivizsgálásnak a folyamán ők ugye vese biopsziát is vettek, ez nagyon fontos, ez a beteg él, hála az égnek haza is ment és felépült, és földolgozták a metszeteket, minden, amit én itt szeretnék megmutatni, az az, hogy ez a kép, ez egy podocita elektromikroszkópos képe, és nagyon gyanúsan, ugye már itt valami bent ül, és hogyha ezt jobban kinagyítjuk, akkor bizony a SARS-CoV-2 vírus partikulumokra nagyon hajazó képleteket lehet látni. Amit ennél a betegnél egyébként érdekes megjegyezni, hogy ő náluk néztek interleukin 6 szintet többször is, soha nem emelkedett meg, egyedül a betegnek a CRP-je volt jelentősen magas. Tehát ez egy elég erőteljes gyanú van arra, hogy itt ugye a vírus partikulumok bent vannak a podocitákban, és megfertőzték a vesét. Ez egy kínai közlemény, ami a Kidney International-ben jelent meg. Nem akarok foglalkozni azzal, hogy milyen volt az a fénymikroszkópos kép, ami a lényeg 26, itt sajnos elhunyt betegről beszélünk, vesének szövettani feldolgozása. Az elektromikroszkópos képen itt is látható a víruspartikulumok, és ők tovább is mentek, és ezt megfestették a SARS-CoV vírusnak a nukleáris proteinjével, és immun hisztokémiával bizony itt világít a vírus, tehát bizonyítható, hogy bizony a tubulusokban és a proximális tubulusokban és a podocitákban a vírus jelen volt. Hogy ez milyen károsodást okozott, azt pontosan nem lehet megmondani, de mindenképpen jelen van, tehát az eddig ismert etiológiai okok mellé mindenképpen feltehetjük a direkt vírus hatást is. Na most, hogyha rátérnénk arra, hogy foglalkoznunk kell-e azzal, hogy a veseelégtelenség előfordul a COVID-19-ben, hogyha az első cikkre hallgatnánk, ami Kínából kijött, akkor nem igazán kellene túl nagy figyelmet fordítani rá, hiszen azt mondják, hogy ugyan egy kicsi elemszámú mintában, de igazából ők azt mondják, hogy nem okoz akut vesesérülést, vesekárosodást, igazából 10,8%-ban volt valamennyi eltérés a vesefunkciós paraméterekben, 7,2%-ban albuminúria, ők azt mondták, hogy senkinél nem tudták kimondani azt, hogy a kidigó alapján vesekárosodása lenne. De hogy az idő megy tovább, ugye a kép is változik, mi is egyre többet tudunk, és ez szintén Kínából jött, viszont ez már egy nagyobb populációban vizsgálja, ugyanúgy egy nagyon neves nefrológiai lapban, és itt viszont már azt mondják, hogy 40%-ban volt bizonyíték arra, hogy abnormális volt a vesefunkció, és 5,1%-ban már volt akut vesekárosodás, és ők tovább mennek, ez egyébként ez a szerkesztőnek a megjegyzése a cikkhez, azt mondja, és ez a konklúzió náluk, hogy bizony, hogyha a COVID-19-es betegekben a légzési elégtelenséghez vese elégtelenség is társul, az szignifikánsan rontja a mortalitást. Egy újabb vizsgálat Kínából, csak hogy gyorsan felvetítsem, ez azt nézték itt, hogy a bekerülő betegek a kórházba bekerüléskor egy vizelet gyors teszttel milyen eltéréseket mutatnak,
proteinúriájuk volt, hematúriájuk volt, elég jelentős százalékban, és 14%-ban már eltérés volt a vesefunkciós paraméterekben is, amit konvencionálisan mérünk, mint a karbamid-nitrogén vagy a kreatinin. Ez miért is lehet érdekes? Hát ezért, mert ők csináltak egy univariate Cox regressziós analízist, és megnézték, hogy azoknál a betegeknél erre a négy dologra, én ezt emeltem ki, proteinúria, hematúria, karbamid-nitrogén és kreatinin, azok, akik, hogy milyen volt a mortalitás, azoknál, akiknél ez normális volt, és azoknál, akiknél ugye ez jelen volt. És látható, hogy bizony különbség van mind a négy csoportban, tehát ez mindenképpen, hogy fel kell, hogy villantsa a kis vészvillogóta a fejünkben, hogy bizony akkor lehet, hogy itt, ha vese probléma van, akkor lehet, hogy a kimenetel nem lesz olyan jó. Gyorsan csak egy olasz adat, ők sajnos nagyon érintettek ebben a járványban, ez az ottani közegészségügyi intézet jelentette meg a 20 000 halottnak az adatait április 16-án, és azt lehet látni, hogy míg ugye azt mindenki tudja, 96%-uknál a legfőbb probléma ugye az az ARDS volt, de ezt követi, nem túlzottan lemaradva tőle 22,9%-kal az akut veseelégtelenség. Gyorsan menjünk oda, ahol én jelenleg dolgozom, az Egyesült Királyságba, azok a betegek, akiket elbocsátottak a kórházból, 20,3% vesetámogató kezelésre szorult, ez dialízist jelent, bármilyen formában, vagy bármilyen támogatást. Azoknál a betegeknél, akik lélegeztetőgépen voltak, ez följebb megy 28,8%-ra, és itt jön a szomorú adat, hogy azok, akiknek bármilyen vesetámogató kezelést nyújtottak az intenzív osztályon, azoknak bizony a 80,1%-a elhunyt. Hát akkor mégis mit tehetünk ezekért a betegekért? Hogyan lehet ezt, lehet-e bármit tenni? Én azt mondom, hogy amit tehetünk, és itt most megpróbáltam az NHS ajánlást módosítani a helyi viszonyokra, az, hogy mindenképpen egy kockázatfelmérést kell az elején végezni, arra, hogy azokat a betegeket, akiknél van az anamnézisben, vagy az aktuális terápiában bármi arra utaló jel, hogy ő náluk kialakulhat egy akut vesekárosodás, ezeket korán felismerjük. Itt tipikus, aki kiállt az egyetemet tudja, ezek mind olyan eltérések, amik fokozzák ugye a vesekárosodást alapvetően. Itt a rendszeresen szedett gyógyszereknek az átnézésére felhívnám a figyelmet, illetve arra, amit mit csinálunk, amikor elkezdjük őket kezelni, ugye ha diuretikumot alkalmazunk, illetve hogyha non-invazív lélegeztetést alkalmazunk bizony, azzal megnövelhetjük a vesekárosodásnak a valószínűségét. Abban az esetben, hogyha ugye nem kerül a beteg ebbe a kategóriába, akkor is egy obszerváció mindenképpen kell. Az angol ajánlás az, hogy legalább 48-72 óra időintervallumban nézzünk vesefunkciós laborokat, és folyadék egyenleg. Mit csináljunk akkor, hogyha a rizikócsoportba került a betegünk? Itt az ottani ajánlás az, hogy a frekvenciáját a labornak meg kell növelni legalább naponta. Folyadék egyenleg szintén, de itt már egy napi testsúlyméréssel kiegészítve, hiszen el tudjuk képzelni, hogy mennyire pontos lehet egy adott osztályon mondjuk a folyadék egyenleg. Én nem tudom, hogy mi a helyzet most, de ahol én dolgozom meg máshol, ha sima osztályon vagyunk, gyakorlatilag nem sokat ér, és megfontolható az, hogy hol a katétert teszünk be a betegnek. Ezek nem intenzív osztályon kezelt betegek. Nagyon fontos, ezek a betegek lázasak lehetnek, légzési elégtelenek lehetnek, megnövekszik a légzésszámuk, a perspiráció, inszenzibilis bizony felmegy. Mit csináljunk abban az esetben, ha már kialakult, vagy mondjuk egyes stádiumú, vagy kettes stádiumú az akut vesesérülés, vesekárosodás? Fontos, ugye Angliában is, de itt is, hogyha van egy érvényes eljárásrend, azt kell követni. Ez a járvány ebben a tekintetben ezt nem írja felül. Ha nincs, akkor itt az ideje írni egyet. El kell gondolkozni, hogy vajon miért alakult ki.
dehidráció, amit ugye mondtam, ha az van, akkor kezelni kell. Egy óvatos folyadék, egy fluid challenge-el meg lehet próbálni ezt rendezni. Ugye lehetséges, hogy vannak olyan betegek, akinek a légzési elégtelensége ezt nem teszi lehetővé. Kristalloidot kell adnunk, és ugye figyelni kell arra, hogy a betegek egy jó része hipernatrémiás, gyakorlatilag ugye kiszáradt a láz és a nem látható folyadékvesztés miatt. Hogyha nincsen, a betegünk nem dehidrált, megfelelően töltött, akkor egy gyors tesztet kellene csinálni, megnézni, hogy van-e a fehérje vagy vér a vizeletben. Abban az esetben, ha bármi olyan van az anamnézisben, ami ugye esetleg egy posztrenális problémára utalhat, akkor ugye ultrahang vagy nem kontrasztos CT szóba jöhet. Nagyon fontos, hogy ezeket a betegeket euvolémiásan tartsuk, ne töltsük túl, addig adjunk nekik folyadékot, amíg a keringési paraméterek, tehát normális keringési paraméterek mellett, vérnyomás mellett további folyadékigény ezeknél a betegeknél már nincsen. Felül kell vizsgálni az alkalmazott gyógyszereket is, adott esetben, amit ugye antibiotikumot, bármit, amit adunk, ópiátokat, ugye a vesekárosodás mértékére megfelelően a dózis módosítani kell. Mikor kérjünk konziliumot? Ha valaki egyes stádiumon van, ez még önmagában nem indikáció, ezt bárkinek el kell tudnia látni, a szoros observációra térünk vissza, ami az elején is említve volt. Hogyha a betegünk oxigénen van, tehát itt a légzési elégtelenség nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezt a beteget intubálni kell, de már egy jelentősebb oxigén igénye van, és emellett ugye kettes vagy hármas stádiumú vesekárosodás van nála, hívjunk egy intenzíves konziliumot, majd ő eldönti, hogy az adott kórházban ez a beteg hol kerül ellátásra, hol van a legnagyobb biztonságban. Ha nincsen légzési elégtelensége, tehát nincs komoly oxigén igénye, mondjuk egy orszondán 2 literrel jól el van a beteg, de bármilyen olyan panasza van, ami igazából a 2-3 stádiumra utal, vagy bármi egyéb miatt, hogy hiperkalémiás, vagy egy romló veselégtelenség van, vagy bármi másokból van neki, akkor ne legyünk restek, hívjunk egy nefrológust, ez egy egyszervi elégtelenség, ők ezt kiválóan tudják kezelni. Hogyha bekerült hozzánk a beteg, már az intenzív osztályon van, vagy adott esetben a nefrológus azt mondja, hogy kezeljünk tovább a beteget ott. Ugye mi jön szóba, konzervatív kezelések, kasdiuretikum, hogyha folyadék túltöltése van, hiperkalémia kezelése, mindenkinek tudnia kell, aki diplomát szerzett, hogy mit kell adni. Adott esetben szóba jön egy nátriumbikarbonát is. Vesepótló kezelés indításának hagyományos indikációi vannak, refrakter hiperkalémia, kezelésre nem reagáló folyadék túltöltöttség és súlyos metabolikus acidózis. Itt csak gyorsan felvetítettem azt, hogy milyen vesepótló kezelési lehetőségek vannak intenzív osztályon. Minden intenzív osztályon azt kell használni, ami elérhető és amiben tapasztalatunk van. Amit nagyon gyorsan így összefoglalnám, hogy az akut vesekárosodás COVID-19-ben meglehetősen gyakori, a kimenetelt mindenképpen rontja, tehát hogyha ez társul egy légzési problémával, légzési elégtelenséggel, akkor a mortalitása nagyon nagy. Szerintem nagyon fontos az, hogy egy korai, egy rizikóbecslést végezünk, amikor először találkozunk ezzel a beteggel, hogy megfelelően tudjuk őket szelektálni arra, hogy hol látjuk el őket, adott esetben hazaküldjük a kórházból, vagy fölvesszük őket. Nagyon fontos az, hogy ha hajlama van arra, hogy ez kialakuljon, akkor mindent tegyünk meg, hogy lehetőleg ne alakuljon ki. Sajnos valószínűleg ez egy direkt vírus hatású, hogy túlzottan sokat nem biztos, hogy tudunk tenni. Korán szóljunk, hogyha romlik az állapota a betegnek. Illetve az alapján, a kínai vizsgálat alapján, ami ugye a proteinúra, a hematúriát nézte a felvételkor, adott esetben megfontolandó, hogy ezt mi is megnézzük, csak azért, hogy egy rizikóbecslést végezzünk, illetve a beteg szelekciónk megfelelő legyen, olyan helyre kerüljenek ezek a betegek, ahol jobban tudunk rájuk figyelni, és adott esetben gyakrabban nézünk náluk vesefunkciós paramétereket. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen, Tamás. Ha légy szíves, állítsd le akkor a képernyő megosztást. És érkeztek kérdések, a többségüket sikerült is megválaszolni, tehát akik a kérdés felelet gombra kattintanak, akkor ott látják, hogy milyen kérdéseket kaptak az előadók az elmúlt percekben. Én kérdezem az előadókat, hogy van egymáshoz kérdésetek bármilyen szempontból. De hát elsősorban mondjuk az előadással kapcsolatban. Tehát, Krisztián? Nekem most nem jut eszembe. Ja, azt hittem, hogy jelentkezem, mert megjelent a neved a nagy képernyőn. Kaptunk olyan kérdést, hogy Fazakas János előadása majd meghallgatható lesz-e teljesen. Hát itt sem volt rövid, de úgy érzem, hogy majd, hogyha eredményeid lesznek, Jancsi, akkor ezt majd a későbbiekben nyilván, hát ha minden jó, még talán közlemény is lesz belőle. Úgyhogy ezt majd nekem lenne egy megjegyzésem, hogy ami nagyon jól kijött a Zolinak az előadásába, hogy az interleukén hattal azért egy kicsit sántít a dolog, hogy ugyanis egy virális fertőzésnél a rendszer, az inflammatorikus rendszer másképpen reagál, és a citokin szintek is másak. Tehát olyan interleukinok jelennek meg, amihez mi nem vagyunk hozzászokva a napi gyakorlatból a bakteriális szepszisek miatt. Tehát interleukin 5, 15, tehát olyanokról beszélnek virológusok és az inflammatorikus válaszba egy RNS vírusnál, amit nem mértek ezekbe a tanulmányokba. És nekem az az érzésem, hogy az interleukin 6-ot azért mérték, mert az volt a laborba. Tehát nyilván, hogy az összekapcsolható azzal, hogy a hiperinflamációval, de ez egy kicsit az inflamáció széli területén lévő interleukin egy virális válaszba. Úgyhogy valószínűleg, hogy a blokkolásában van logika, ahogy lesz eredmény, az kérdéses, de nyilván egy vírusos immunválasz az más, mint egy bakteriális, és egy RNS más, mint egy DNS. Tehát most kérdezel, vagy meg is válaszoltad egybe, Jancsi? Nem, a kérdésem az, hogy Zoli mit gondol erről? Na, Zoli, mit gondolsz erről? Mert valamit gondol, mert az előadás végén érződött, hogy nem tetszik neki. Zoli! Itt vagyok. Sziasztok! Teljesen egyetértek. Igazából próbáltam fölkutatni ehhez kapcsolódóan irodalmat, a H1N1-től kezdve a MERS-en, sarson keresztül mindent. Mindenhol az interleukin 6-ra hivatkoznak egyébként, és mindenhol ezek az eredmények jöttek ki. Tehát biztos, hogy valami más van a háttérben, és amit mondtál, Jancsi, az biztos, hogy igaz. Meg nem csak interleukinok vannak ebben a folyamatban, hanem egy csomó egyéb olyan kemokin, citokin, mindenféle, amiket gondolom experimentális körülmények között meg tudnak mérni, de a mindennapi gyakorlatban, hát azok teoretikusak, de egyébként, ahogy láttuk a szavazást, az interleukin 6 is az. Szóval... Én nagyon kíváncsi leszek, hogy Helye Zsuzsa mit fog jövő héten mondani a tocilizumabról, mert én nekem ez az egész interleukin 6 egy ugyanolyan homályos terület, mint az egész biomarker történet, és hát ugye lassan most már 15 éve járjuk a félvilágot Fazakos Jancsival, és tartunk előadást ebben a témakörben, és sok mindenre rájöttünk időközben, de még több kérdés adódott, úgyhogy kíváncsi vagyok. Én szkeptikus vagyok azt illetően, hogy egy valamibe belenyúlunk ebbe a rendkívül bonyolult rendszerbe, és ott eredményt érünk el. Te, Krisztián, hogy látod ezt az alvadás történetben, hogy ott is multimodális hozzányúlást igényel a történet, vagy elég lesz majd csak heparinnal, vagy aktivált protein C-vel, vagy mit tudom én, mivel megoldani? Hát a rövid válasz nyilván az, hogy nem, meg a könnyű válasz, de
Ehhez kapcsoltam meg az előzőekhez, még ugye Zoli fel is vetítette az utolsó diáján azt a párbeszédpanelt, amit éppen a citokin és az alvadás kapcsolatában beszélgettünk, és amikor én készültem erre az előadásra, akkor az volt a fura, meg aztán amit később tegnap, talán a, vagy tegnap előtt a Jánossal beszélgettünk, hogy ez a koaguláció hasonlít ahhoz a koagulációhoz, amit látunk a szeptikus betegeknek, de aztán mégse teljesen ugyanaz. És akkor ennek kapcsán eszembe jutott, hogy valahogy egy picit olyan párhuzam van a között, amit láttunk a légzési elégtelenségben az ARDS-ük kapcsán, hogy azért van különbség azok között, amit eddig láttunk, és amit most tapasztalnak, és akkor így jutottunk el addig, hogy vajon az információjukban is van-e különbség. És aztán a Zoli mondta, hogy mekkora interleukin 6 szinteket talált ezekben a vizsgálatokban, és az akkor volt fura, hogy de hát ezek nem ilyen tízezres mértékűek, vagy több ezresek, hanem azért annál jóval kisebbek. És arra a kérdése meg, hogy milyen megközelítéssel lehetne mérni, és hol lehetne hozzányúlni, hát nyilván sokkal egyszerűbb, hogyha az alvadás több pontját mérjük meg, és amelyik éppen zavart szenved, ott próbálunk beavatkozni. Igazából hát ennyi. Valószínűleg nem olyan egyszerű ez, hogy... Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy te is, és János is a dinamikus teszteket azt egy fontos diagnosztikai eszköznek tartjátok ebben a törvényben. Röviden, János. Ezeknél a betegeknél prokoaguláció van, hiperkoaguláció, nagyrög, és bizonyos csoportba nem tud elolvadni a rög, ha létrejött. Tehát gyakorlatilag ezt meg tudjuk mérni. Végre valamit meg tudunk mérni. És van lehetőségünk beavatkozni a görbe elején, a görbe közepén és a görbe végén. Tehát és csak annyit kell csináljunk, hogy élettani sávba hozzuk vissza. Hát a haláleseteknek mérni kell. Amikor rosszabbodott általánosan vagy regionálisan valami, rá kell mérni, mert láttátok azt az antifibrinolitikus egyensúlyt, hogy egy órára és rá három órára, hogy mennyire megváltozott. Tehát jó, oké. Mérni kell. Értek egyet egyébként a hollandokkal a 300 mg klopidogréllel, mert a... Velőket. Beszélj meg velük! Nem, csak úgy értem, hogy valaki nehogy neki álljon, mert a diffúz alveoláris hemorágia ugyancsak jellemzője a kórképnek. Igen, mondjuk azt is megkérdezhetnénk akkor, ugye Ruszkai Zoli tesztkérdése alapján, hogy hány helyen van rotem, multiplé, és még sorolhatnám. Hát az országban 20-30 rotem kéne legyen, vagy 6 teg, és vagy 4-5-6 klotpro. De hogy amit bemértünk, a reagensek működnek ezekkel a gépekkel is. Rendben. Tamás, hozzád a kérdésem, hogy hogyan látod a keringés támogatás szerepét a veseelégtelenségben a COVID betegeknél? Ugyanis amit elmondtál, az alapvetően azt nem tudjuk befolyásolni a globális paraméterek javítása révén. Ha ez tényleg ilyen méreható szöveti sejten belüli strukturális változás? Az az igazság, hogy azt tudom mondani, hogy fogalmam sincs. Az eset, amit ugye például a svájciak mutattak, az ember az úgy csúszott veseelégtelenségbe, hogy gyakorlatilag nem volt semmi keringési problémája, inkább hipertenzív volt, mint hipotenzív, az interleukin hatja teljesen normális volt végig, annyi volt, hogy ugye volt rizikófaktora arra, hogy veseelégtelenségbe csúszson. Én azt tudom mondani, hogy azt, amit meg tudunk tenni, amit a józanész diktál, azt tegyük meg, és figyeljünk ezekre a betegekre, az is lehet, hogy akármit teszünk, tótágast állunk, akinek az van megírva, hogy veseelégtelenségbe fog csúszni a COVID-fertőzése miatt, az abba csúszik. Ami ugye érdekes, ugye, hogy itt mondta a Jancsi is, meg hogy ugye mikrotrombusok, például a 26 postmortem veséből egyikben sem volt. Igen, de ott nem csak a mikrotrombusok szerepet játszanak, hanem
Elektronmikroszkóppal megnézték, hogy a vírus hol rögzült, és a proximális tubulusnak azon a részén rögzült. Tehát azt a típusú károsodást, azt, amit egy CTL vagy egy IgM létre tud hozni, mert felismeri, hogy az a sejt fertőzött, azt nem tudjuk megakadályozni. Ezért mondom, hogy ugye, amit nagyon szépen összekapcsolódott minden, tehát ezek azok a sejtek, ahol a receptorok nagy számban vannak, ezek voltak aztán azok a sejtek, amiket a szövettanilag károsított a vírus, tehát itt szerintem komoly víruskárosító hatás van azoknál az embereknél. Ami érdekes, bocsánat, hogy ezt így megemlítem, hogy miért látunk ekkora különbséget a kínai adatok és az európai adatok között. Ugye a kínaiak sehol nem mondták azt, hogy hú, itt aztán mindenkit dializálni kellett, minden negyedik beteget dializálni kellett az intenzív osztályon. Ugye ott mindenhol légzési elégtelenek voltak, meg azt mondták, hogy a harmadik napon, ugye vagy a harmadik héten meghalnak hirtelen szívhalálba, meg tüdőembóliába, de ezt egyáltalán nem mondták. Aztán itt egy érdekes kérdés, ugye a genetika, hogy amikor ezeket megnézték, ezeket a sejteket és a sejteken a receptor expressziót, kiderült, hogy a kínai és abban a fajta ázsiai populációban gyakorlatilag nagyon kevés embernek van a podocitáján és a proximális tubulusán ARB2 receptor a transzmembrán proteinázzal együtt, míg a nyugat-európai, kaukázusi populációban viszont 2-3-szorosa is volt, vagy 4-szerese volt ennek a receptornak a jelenléte, ergo lehet, hogy egyszerűen csak a genetika van a háttérben, akinek ott sok van, oda megy a vírus. Közben jöttek kérdések, nem sok az elmúlt percekben, de jöttek, keresem. Volt egy olyan kérdés, hogy inkább a TNF-alfa blokkoló, igen, Melinda kérdezte. Na most, János válaszolt rá, azt mondta, hogy nem tudok, mármint, hogy TNF-alfa blokkolót. Én meg továbbra is csak azt a veszőparipámat rángatom elő, hogy egy elemébe benyúlni ennek a nem tudom hány száz mediátorból álló rendszerbe, az eleve katasztrofára van ítélve, tehát ahol én így gondolom. Aztán hát majd meglátjuk, hogy mi hogyan változik, mert nem tudom, hogy figyeltétek-e, de mindegyik előadásban volt olyan, hogy hát ezek az adatok néhány nap láttak napvilágot, tehát ennek a webinárnak tulajdonképpen ez az egyik fő szerepe, hogy megpróbáljuk az előadók révén a napról napra változó információt megosztani a hallgatósággal, és annak ellenére, hogy 4:49 van, 260-an velünk vannak még mindig, én azt hiszem, hogy ez fantasztikus. Nem az, hogy nem csak az, hogy velünk vannak, hanem az, hogy ez azt a motivációt tükrözi, ami a társaságban. Visszatérve az interleukin 6 blokkolóra, azt tudom, hogy a Pobekilonánál ők alkalmazzák ezt a kezelést, és ők több minden mérést csinálnak, hemosztázist is, tehát valószínűleg, hogy lesz adatunk arra, hogy esetleg itt magyarországi adatunk, úgy értem, hogy ennek mekkora hatása. Csak igen. Így eszembe jutott, ahogy mesélted az. Aha. Igen. Hát még egy kérdés, hogy ugye angiotenzin receptor blokkol olyan betegeknek, aki eddig nem szedte, erre Tamás, te válaszoltál. Igen. Szerintem nincs, sőt, ha károsodás van, akkor le kell állítani. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, ez az angiotenzin receptor történet. De, hát majd meglátjuk, hogy ez hogyan alakul. Nem tudom, hogy bárkinek a panelből van ehhez hozzáfűzni valójában. Akik szedik, annál jóval nagyobb a mortalitás. Így van. Mint ahogy a interleukin 6 receptor blokkolóra is vannak olyan adatok, hogy esetleg rontja a kimenetelt. Nem tudom, bennetek szorult-e még kérdés a hallgatóság részéről. Most úgy látom, hogy új kérdés nem jelent meg.
Úgyhogy én nagyon megköszönöm mindenkinek a részvételt, elnézést kérünk azoktól, akik programot mondtak le azért, hogy 8-kor már abba hagyjuk, de úgy gondoltuk, hogy ezek a rendkívül friss adatok, amiket Fazakas Jancsi most Krisztián előadásához hozzátett, ez megéri, hogy pár perccel túlnyújtsuk az időt, és azt is elárulom, hogy Rudas tanár úr előadása is jóval hosszabb volt, és aztán így állapodtunk meg, hogy az övé is hosszabb lesz, mint 20 perc, de mégis a történet így kerek maradhat, aztán legfeljebb egy pár perccel túlnyúlik ez a webinár, és hát Attilának, Márta Attilának is meg szeretném köszönni, az informatikusunknak, hogy itt szenved velünk, és hallgatja a mi rendkívül szakmas, specifikus gondolatainkat és megjegyzéseinket, és nagyon köszönjük azoknak, akik a chatben írják, hogy köszönjük, köszönjük, köszönjük. Nem is akarom ezt ragozni, záporoznak a köszönet nyilvánítások. Mi is nagyon köszönjük. Egy hét múlva akkor ismét találkozunk, és hát így, hogy az SBO is beszállt, olyan, és a Magyar Orvosi Kamara részéről is kaptunk olyan megkeresést, hogy az etikai kérdésekről kéne előadást tartani, sőt, többen jelezték, hogy a kegyeleti döntésekben a humán oldalát is meg kéne beszélnünk itt a betegellátásnak, a COVID-betegek ellátásának. Úgyhogy az is lehet, hogy a webinárt kicsit gyakrabban kell tartsuk, mert így nem tudunk lépést tartani a járvánnyal, ha csak hetente egyszer találkozunk. Ezek még csak gondolatok. Csatlakozzon mindenki a mentorhálóra, azon keresztül értesülni fog a legfrissebb információkról, amin egyébként ma megosztottuk már a Miskolci kórház COVID ajánlását, amit elsősorban Sárkány Peték alakítottak ki, de nyilván napokon belül megosztjuk az összes többit, ami eljut hozzánk. Úgyhogy én mindenkinek nagyon szép estét kívánok, szép hétvégét, nagyon köszönöm az előadóknak a felkészülést, Rudas tanárunknak továbbítom azokat a kérdéseket, amik megjelentek a kérdések rovatban, és ha bárkinek bármi további kérdése maradt, azt a mentorhálón keresztül meg tudja velünk osztani. Még egyszer mindenkinek köszönünk mindent, és jó éjszakát, szervusztok! Jó éjszakát! Jó éjszakát! Sziasztok! Jó éjszakát! Sziasztok!